Hát szép jó estét kívánok mindenkinek, üdvözlet, üdvözlet! A szavazás végeredménye, amit, hogyha követétek a csatornámat, láthattátok már igazából egy-két helyen elszúrva, a Resident Evil 3 lett. Úgyhogy én most meg is csinálom nektek ezt a játékot, gondoltam, hogy nem szeretném annyira húzni az időt, mint a legutóbbi alkalmakkor, úgyhogy most igazából, ha minden igaz, most szombat este van, úgyhogy ha jól sikerül, akkor hétfőn igazából már láthatjátok is. Tehát nem úgy, mint az előző alkalmakkor, amikor néhány hetet vagy volt, hogy egy hónapot kellett várni ugye a szavazás eredményeképpen következő játékra. Én pedig igazából egy rövid bemutatóval kezdeném, tehát egy Resident Evil 3 az gyakorlatilag egy idén 15 éves játék, egész pontosan szeptemberben lesz 15 éves, és eredetileg nem is ez lett volna a harmadik rész, viszont ugye a Sony-val kötött szerződés értelmében kénytelenek voltak még egy darab PlayStation-es címet kiadni a kezükből Capcomék, úgyhogy erre esett a választás, gyakorlatilag a Code Veronica lett volna egyébként az eredeti harmadik rész, viszont annak ellenére, hogy kisebb változások vannak, és nem ugyanaz írta a sztorit, mint ugye az előző két részhez. Ettől függetlenül egy nagyon jó kis játék, de hát mindjárt meglátjátok ti is élőben. Én pedig kezdek egy új játékot, és itt el kell mondanom egyébként, hogy van egy hard mód, azaz nehéz, meg egy easy mód. Na most az easy az gyakorlatilag ez a fogjuk a kezedet végig kategória, tehát iszonyat mennyiségű fegyvert kaptok, iszonyat mennyiségű élettöltőt, és a többi, és gyakorlatilag jó, hogy nem fekszenek el előttetek az ellenfelek. Úgyhogy én nem ajánlom senkinek, aki szeretné élvezni a játékot. A hard mód meg igazából a normál módnak felel meg, tehát nem tudom, hogy miért így osztogatták be, de én természetesen akkor a hard módban fogom tolni. Na, lessük, hogy mit tud a játék. Resident Evil. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance, my last escape. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E95070. What are they? Na hát felütésnek azért valljuk be, hogy elég kemény így a történet. Viszont a későbbiekben sem lesz sokkal egyszerűbb, de igazából most ez csak egy ilyen rövid kis bevezető, de hát majd mindjárt meglátjátok.
September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there! How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Na és akkor itt kapjuk vissza a tényleges irányítást igazából a játékban, és mint a mellékelt ábra mutatja, a főszereplőnk ismételten Jill Valentine, aki ugye az első részből lehetett ismerős. Előre szeretnék egyébként elmondani egy pár dolgot azoknak, akik ezt a végigjátszást nézik. Nem szedek össze mindent. Itt például van egy ilyen spray. Na most az igazság az, hogy az ilyeneket nem szedem össze egyetlen egy oknál fogva, hogy fölösleges, túl sok helyet foglalnak ahhoz képest, hogy ugye nem sok haszna van. Amennyiben tudjátok, hogy éppen merre kell menni, akkor bőven el lehet lenni ezek nélkül, simán a növényekre hagyatkozva. Másfelől pedig őszintén megmondom, fogalmam sincsen, hogy ebben a részben igazából befolyásolja a legvégét, tehát hogy az értékelést, én pedig próbálok egy ára menni, ami nem biztos, hogy össze fog jönni, de eddig legalábbis sikerült. Na most egy újítás az előző részekhez képest, hogy össze lehet szedni puskaport, mint a mellékelt ábra is mutatja, A és B jelű puskaporokat, ebből pedig lőszert lehet majd csinálni különböző módokon. A kiskönyvek, amik itt vannak, igazából nekem most nem kellenek. Az egyik az alapvető mozgásokat mutatja be, a másik az pedig bemutatja, hogy hogyan kell lőszert csinálni ezzel a cuccal. Én viszont egyenlőre ezeket elteszem télire. Ugyanis különösebben nem nagyon zavar a jelenlétük, mert hogy én ezt már tudom, át lehet olvasgatni egyébként, hogyha nagyon szeretnétek, de el fogok vezetni mindenkit szépen lassan elejétől a végéig. Úgyhogy tervek szerint ez is egy olyan végigjátszás lesz, amit bőven tud alkalmazni bárki, aki szeretne végig nyargalni a játékon különösebb gond nélkül. Én pedig igazából egy-kétszer bele fogok futni itt a falba, méghozzá egyetlen egy oknál fogva, hogy teljesen más képernyőn játszok most, mint amint gyakoroltam, illetve más a kontroller is, tehát rendelkezem egy eredeti és egy utángyártottal. Na most ezekből az apró különbségekből valószínűleg lesznek kisebb-nagyobb bakik, de remélhetőleg nem végzetesek. Azt egyébként szintén szeretném elmondani, hogyha valaki így a történetre főleg kíváncsi, hogyha második résszel tisztában vagytok, akkor tudjátok, hogy így Raccoon City-ben gyakorlatilag eléggé elszabadult itt minden. Tehát ugye az eredeti T-vírus, ami volt az kitört járványként, ugye ami eredetileg volt a... Ja, ide benézek. Tehát ugye ami eredetileg ugye járvány nem kellett volna, hogy legyen, mert Jill Valentine-ék elvileg megakadályozták, hoppá. Na most az szépen kitört igazából, a problémák viszont ott kezdődnek, hogy ugye az egész város igazából megfertőződött. Na most a második részben ugye már találkoztunk ezzel a jelenséggel, Leonék esetében. Ez viszont gyakorlatilag 24 órával a Resident Evil 2 eseményei előtt játszódik. Legalábbis még egyelőre ott tartok. Oké, és... Gyere! Nem akarom pocsékolni igazából a lőszert, mert hogy nem sok van belőle. De arra is számítottam egyébként, hogy itt most ki fogok fogyni. Na azért maradj ott. Na most az egyik tárgy, ami nekem minden kell igazából, az ez, méghozzá ugye az öngyújtóba való olaj, a másik pedig a hullától elszedem a shotgunját, tehát itt már ennyire a játék legelején megkapjuk, viszont ez egy jó darabig nem fog kelleni, legalábbis nekem. Na most próbálom egyébként úgy menedzselni itt a helyeket mindenhol, hogy az égvilágon mindent össze tudjak szedni. Többek között ezeket a gazokat is.
A hosszú töltési idők igazából, hát hosszú, relatíve hosszú töltési idők igazából főleg abból fakadnak, ugye, hogy egyrészt egy PS2-n játszok, ugye PS1-es játékkal, ez előfordult ugye az első és a második rész esetében is. Másfelől pedig ugye maga a játék sem éppen egy mai csirke. Én meg itt keringőzök magamban, mint az őrült. És most megpróbálom ezt marha gyorsan megcsinálni. Először is ide föl. Ott van oldalt egy térkép egyébként, hogyha valaki szeretné fölvenni, én nem igénylem már. Ezt azért próbálom minél gyorsabban megcsinálni, mert hogy ugye elkezdtek utánam jönni a kis bunkók. De valószínűleg le kell szednem majd, vagy legalábbis eltéríteni az útból. Jól van, gyerünk. Jól van, még nem ért ide, okés. Utás. csak megúsztam, jól van. Igyekszem egyébként főleg így csinálni a dolgaimat, hogy kerülgetem ezeket a dögöket, és nem lövök le mindent. És mindenkit. Van, aki úgy csinálja egyébként, hogy tényleg így megtisztítja maga előtt a terepet. Én inkább csak akkor csinálom, amikor nagyon muszáj. Gyerünk, fordulj, úgy, né? Hülye bunkó. Na, tehát igazából elég sok ilyen speedrunos megoldást fog tartalmazni, hogyha nem rondom el. De hát majd úgy is látjátok. Na, az úriember pedig, aki éppen lövöldözik, az szintén a Stars egyik tagja, Brad Vickers névre hallgató és az első részben volt, bár nem mint szereplő igazából, tehát ő vele ugye nem találkozhatunk, ő volt a helikopter pilótája, aki volt annyira bunkó, hogy ott hagyott minket a gázban. Na most én azért jöttem először ide, kis közjáték. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Na hát ugye Brad fölhomályosított minket, hogy a Stars tagokra vadászik valami. És igazából itt is lehet ugye fájlokat felszedni. Itt például itt van egy Oratorról készült kép. Azt mondja, hogy Saint Michael Oratorony. Igen, ide is el fogunk jutni egyébként. És azért vettem fel először az öngyújtót és kombináltam össze az olajjal, mert így maradt még egy helyem ennek. Most így belegondolva nem biztos, hogy jó ötlet volt egyébként, de mindegy, megoldom, hoppá. Egyébként ezt imádom a régi epizódokban, hogy tényleg szinte mindent meg lehet nézegetni, hogy mégis miből van meg, mit csinál. Még akkor is, hogyha igazából semmi értelme nincsen, tehát... Tényleg igazából meg lehet nézni egy-egy szemétkupacot, meg lehet nézegetni. Hát ez buktad, meg lehet nézegetni gyakorlatilag könyves polcoktól kezdve mindent az égvilágon, még egy plakátot is meg lehetett nézni valamelyik falon. Na, ez pedig vicces lesz, itt lesz majd a játék másik újítása. Ja igen, a gyors fordulás is oda tartozik, de most elsősorban ezt szeretném nektek megmutatni. Csószogjatok idébb, még, közelebb. Bukta. Gyerünk már, halljatok meg! És már 15 lőszert elhasználtam, jól van, akkor 17-et, ha jól számoltam. Viszont engem ez a része érdekel. Először is igazából úgy is fogok csinálni majd ilyen hármasokat, úgyhogy nem probléma. Viszont a piros gazok nekem kellenek. Ezt ugye nyilván tudjátok már, hogyha játszottatok az első kettő résszel, vagy bármelyik résszel igazából. A piros növényeket a zölddel kombinálva háromszoros gyógyítót kapunk, tehát háromszor... Hoppá, ezt majdnem itt felejtettem. Igen, tehát ugye a Rendőrök előre nyomulnak című kép. Szeptember 27-ei, vagyis egy nappal az események előtti. Na és akkor most nekem ugye ide kell az öngyújtó.
bújni, és már keresztül is tudok haladni végre itt mindenen. Kutyuli! Igen, tehát igazából ezekre kell figyelni, hogy nagyon sokszor ugye pont úgy vált a kamera, hogy éppen nem látjuk, hogy mit is kéne csinálni. Én viszont egy kicsit kipakolok, azt mondja, hogy most megyek rendőrségre, ami azt jelenti, hogy ő nem kell. Ő nem kell. Ő se kell, ő se kell. Őket bent hagyom, valami, nem. Gyerünk már, na végre. Okés, na most a másik puskapor igazából ez a B jelű, ez a kettő, amit kaptok egyébként, tehát többfélét nem érdemes keresni. Leírásokban találkozhatok egy C jelűvel is. Na most a C nevű puskapor az... Én csak kell nekem az... Nem, ezt a kettes zöldet, ezt most így elhajítom innen. Ezt bedobom ide, majd jól fog jönni később. Na, tehát a lényeg az, hogy a C jelűt azt úgy kell csinálni, hogy az A-t és a B-t összekombináljuk, és ebből lesz egy C. Nagyon bonyolult egyébként. Viszont mindenféle lőszert elő lehet állítani belőle, tehát az sima A-t, hogyha hozzávágjátok a lőszerkészítőhöz, akkor kaptok sima pisztoly lőszereket, hogyha a sima B-t, akkor shotgun lőszereket. A kettő kombinációjából pedig gránátok lesznek. Tehát a C-ből gránátok lesznek, de ugyanúgy lehet egyébként háromféle gránátot csinálni még a simán kívül, illetve robbanó shotgunt és egyebet. Na és most a robbanós cuccok után meg szeretnénk mutatni még kettő darab újítást igazából. Az egyik ezek a választós lehetőségek, a másik pedig az, hogy... Na igen, most csináltam egy ilyet. A másik pedig az, hogy ki lehet térni az ellenfelek elől. Ilyen eddig nem volt. Na most ő Nemesis névre hallgat, ő az, aki állandó jelleggel kajtat utánunk majd a játék során, és marhára lehet utálni. Viszont érdemes arra figyelni, hogy balkezes. Na most itt hagytam néhány növényt, ugye még? Egyet hagyok magamnak mindenképpen későbbre, kettőt viszont elteszek, azért nem akartam betenni magamnak a dupla zöldet. Na, tehát arra érdemes figyelni egyébként, hogy Nemesis balkezes, ami azt jelenti, hogy ha a jobb oldaláról kerüljük, akkor minden egyes alkalommal ki lehet kerülni a pofonjait, ami rendkívül jó. Igen. Na most azért maradtam kint és szedtem össze Brednek a kártyáját annak ellenére, hogy ugye nem harcoltam ténylegesen a döggel, mert hogy amúgy sokkal neccesebb lenne ehhez hozzájutni, és sokkal több ellenen kéne magamat átvágni, viszont a kártya meg kell ahhoz, hogy egy kódot megszerezzek, de majd mindjárt látjátok. Igen. 4-3-12. Jó. Ott is van valami doksi, ha minden igaz, de... Ja nem, az egy térkép. Ismerős lehet egyébként az rendőrség is mindenkinek, aki játszott a második résszel, vagy látott videókat róla. Sőt, igazából még a Chronicles sorozatban is benne volt, úgyhogy eléggé, hogy is mondjam, ikonikus helyszín, hogyha úgy vesszük. Okés. Na most itt két lehetőség van igazából. Az egyik az, hogy mindegyik fiú ott gyülekezik igazából Marvin Branagh, azaz a rendőrfőnöknek az irodája környékén. A másik lehetőség az, hogy szanaszét vannak szórva, mind a két alkalommal igazából erre felé lehet kerülni őket. Na most ez a kék cucc, ez igazából nem mutatom meg nektek, mert sokkal arra felé a dög. Azt mondja, hogy 0-4... nem? Már mi volt a kód? Nem. Apró baki elnézést, visszamegyek még egyszer. Na, tehát igazából nem mutatom meg nektek, de lényeg az, hogy ott bent Marvinnak az irodájában lehet találni egy dokumentumot, ami fölhívja a figyelmünket arra, hogy lopás történt, és a város egyik órája, ami ki van díszítve mindenféle
égkövekkel, abból 12-ből 2-t elloptak, majd később 4-3-1-2 jó van. Na, tehát elloptak igazából 2 darab égkövet belőle, és később az egyik fickónak a boncolását alkalmával megtalálták az egyiket, ezt pedig betették a bizonyíték raktárba. Gyerünk! Na most én azt találtam meg ugye az előbbi fiókban. Úgyhogy ezért is tudtam, hogy ott van. Illetve hát most a 4312-es kód az pedig mindjárt mutatom, hogy mihez kell nekem. Ide befordulok ugye hátra ismételten, és akkor elnézést az ilyen megjegyzésekben nem vagyok jó. 3-1-2, meg is van. És kaptam egy kulcsot. Na most ez a kulcs az arra kell nekem, hogy majd a fönti Stars irodát ki tudjam nyitni vele. Jó, minden bekészítve. Ha minden igaz, akkor egy darab lövés nélkül meg fogom úszni ezt az egészet. És remélhetőleg nem harapják le közben a seggemet sem a helyéről. Jó, eddig jó vagyok. Hát, ezt nem úsztam meg, na mindegy. Jobb esetben egyébként itt el szoktam tudni kerülni őket. A fő probléma az, hogy nem lehet egyenes vonalban. Tehát gyakorlatilag tényleg így félúton meg kell állni és el kell fordulni. És ismételten némi lőszer. És engem az a része érdekel, hogy most ezt itt szépen menedzseljem, nézzük csak. Azt mondja, hogy ez a gaz sem kell. Ez a gaz sem kell. Ezt is kidobom egyenlőre, ezt is, meg ezt is, egyedül az a kús kell nekem. Ha minden igaz, akkor most jobb esetben meg fogom úszni. Ja igen, tehát tényleg nagyon sok ilyen dokumentum van egyébként elszórva. Ez például egy David nevű fickóról szól. Ezt azért felolvasom nektek, bár nem szokásom egyébként, hogyha tudjátok. Kezdem elveszteni az eszemet. Még mindig nem hiszem el, hogy ez történik. Tegnap megint elvesztettünk egy embert, melyért az egyik legjobb mesterlövészünket. Látta, hogy bepánikolok, amikor elleptek minket a zombik, de visszajött és megmentett. De amikor ott volt az ideje, hogy viszonozzam, elfutottam. Még mindig hallom, ahogy hív és szólít a nevemen. Még mindig hallom a sikolyait a hátam mögül, ahogy a húsát letépik a csontjáról. Féltem, rettegtem. 27-e van. A túlélésért folytatott harc folytatódik. Rengeteg zombit leszettem, aki át tört a barikádokon. A félelmemet viszkivel kezelem, a Mossbergemet pedig bármibe kiürítem, ami élő halott. Szóval az a shotgun lett a legjobb barátom, rengeteget írtottam már vele. 13 embert vesztettünk el tegnap óta. 3 óra alatt, igen. 3 órán belül hülyeségekről kezdünk majd vitatkozni a meeting szobában, tehát a tárgyalóban. Teljes időveszteség, de. Szóval amint kiürítem ezt az üveget, a régi barátom a Mossberg egyetlen egy testet kell már csak, hogy eltüntessen. Végre béke, alig várom. Hát, David barátunk egy kicsikét kiakadt, amit meg is tudok érteni. Oké, na, ezt ússzam meg. Na, valahogy így kéne csinálni igazából legközelebb is, bár ez nem mindig jön nekem össze. És egyébként, ahogy föltűnhetett nektek, itt többféle... Na, jó, nem tűnhetett föl nektek, hogyha nem játszottatok még a játékkal. Na most a helyzet az, hogy nincsen több karakter benne, egyedül Jill Valentine-nal lehetünk. Viszont ezt ellensúlyozták azzal, hogy majdnem mindegyik játékmenet más igazából. Ezt pedig úgy érték el, hogy teljesen véletlenszerűen dobálják be az ellenfeleket. Tehát néhány helyszínnek van 2 vagy 3 féle lehetősége is, hogy milyen ellenfelek vannak ott. És innentől kezdve pedig nem lehet mindenre fölkészülni, ugyanúgy van rengeteg olyan tárgy, ami nem közvetlenül kapcsolódik a küldetésekhez, innentől kezdve pedig szintén teljesen véletlenszerűen dobja be egy-két helyen. Vagy bedobja, vagy nem. Na, nekem viszont ez a lockpick kell, hogy lockokat tudjak pickelni. És hogyha valaki szeretne, itt is van egy ilyen gyógyászati segédeszköz, de engem roppantul nem érdekel. Viszont a szekrény tartalma az igen. Úgyni. Na most itt vagy gránátvető van, vagy magnum van, ez a 2 opció, tehát eléggé gyorsan kapunk nehéz fegyvereket. Viszont majd a másikat azt másik helyen kell összeszedni.
No! Come anyone! Our platoon is cut off! No survivors found! This is Carlos! Send in support unit immediately! Na, valami Carlos próbált minket elérni. Nem sok sikerre hozzá kell tennem. Na és akkor most ugye, hogy tudok lokkot pikkelni igazából, szépen fogom magamat és rongyolok lefelé, csak ezt ússzam meg, ezt mindig gyűlöltem. Ó, de rohadt sokan vagytok, basszus. Na, innentől kezdve, hogyha minden igaz, akkor sima liba. Egyébként itt az ellenfeleknél is úgy néz ki, hogy ezt nem rontom el. Ettől annyira beparáztam, amikor először játszottam vele, néztem, hogy mi a radaíros sebb jött át itt. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy itt is igazából fönt az emeleten lehetett volna találni egyetlen egy dögöt itt rögtön a lépcsőfordulónál, a többit pedig nem ott. Oké. Persze, hogy használom. Oké, és... Remek, és akkor tipli kifelé. Itt viszont egy vicces jelenet lesz, és itt fogjátok meglátni, hogy miért is gyűlölik nagyon-nagyon sokan szegény nemezisünket. Mint a mellékelt ábra is mutatja, illetve hallható, mert nem mutatta. Capcomék lusták voltak megcsinálni igazából az ajtónyitós animációt, de lényeg az, hogy végig üldöz minket mindenen, amit csak talál. És időnként két-három helyszínen keresztül is a nyomunkban van. Tehát azért ez igencsak meg tudja dobni itt a parafaktorát a játéknak. Na, nagyjából most már rendben vagyok. És akkor irány kifelé. Szintén Nemezist is van, hogy ide dobja be, valahol máshova dobja be, de esetek többségében azért ugyanott bukkan föl, hogyha ugyanarra mentek. Viszont többféle választási lehetőség is van nagyon sokszor, hogy éppen melyik irányba veszitek az utatokat. Ez csak az egyik lehetőség, amit én megmutatok igazából, tehát lehet más irányba is haladni, de el fogom mondani menet közben, hogy mik az opciók. Na és ezért kellett nekem igazából végig nyarganom a rendőrségen, mert hogy itt lokot kellett pikkelnem, ugye? Na most itt egyenlőre azt a hordót még békén hagyom, őt viszont nem hagyom békén. Ugyanis van nála némi lőszer, úgyni. Meg hogy tart valamit. Igen, ez pedig igazából zsoldos naplója szeptember 1-től. A fickó igazából ömlenk, hogy milyen jó melója van. Mert hogy nem tudom már mit csinált előtte, aztán utána megkapta ugye az umbrellát, az állást, aztán utána pedig ömleng azon, hogy mennyire marha gáz, hogy így alakult a dolog. Oké, jó, egy-kettő hely kell nekem, úgyhogy... Na, itt is igazából a kék növények mellett normális esetben vannak zöldek, 3 darab zöld, most egy darab nem volt. Kutyus! Kutyus! És én most teszek egy ilyen kis varga betűt. Ugyanis, hogyha közvetlenül próbálok elfutni a kutya mellett, akkor valószínű, hogy roppan módon leharapja a valagamat, viszont ilyenkor visszarendezi az ellenfeleket az eredeti helyszínre, úgyhogy valamivel egyszerűbb megúsznom a dolgot. Engem pedig ez a része érdekel. Na, így azért egyszerűbb megúszni a dolgokat. Próbálom egyébként mindig úgy menedzselni a helyeket, hogy az inventorimat ugye, hogy sikerüljön rendesen megoldanom, és ne kelljen semmit sem kidobálnom menet közben. Gyerünk. Na végre. Most is ugye egy helyet hagytam magamnak, úgyhogy én ezt a kábelt, gyerünk. Kábelt ezt most el is teszem szépen újni. Nézzük csak, mi fog még nekem kelleni azon gondolkodám. Na itt pedig rögtön van némi lőszer. Elég jól állok egyébként, azt kell mondjam. Gondolkodom. Nézzük csak, ezeket biztos, hogy kihaigálom, mert hogy roppantú nem lesz rá még szükségem. Ő rá lesz. Ő rá szintén nem. Ő az...
Azon gondolkodom, hogy hol lesz még, és elviekben... Jó, ha van. Oké. Elviekben jó vagyok. Pisztolyt egyébként a lehető legkevesebb helyen próbálom használni. Na, itt mit kapok most? Kutyusok. Két opció van itt egyébként, vagy kutyák, vagy zombik. A zombik azok valószínű, hogy a hányós verziók, tehát igazából azok az egyszerűbbek. Előfordul, hogy nem, hanem azok, amelyikek megfognak és megharapnak. Ott egy térkép, de nem érdekel. A kutyák azok neccesebbek itt igazából. Na, ezeket a dögöket pedig mindig így próbáljátok kerülni, a másik irányba ugyanis elakad általában elég csúnyán. Ide majd később visszajövök, ott is van kettő darab gaz. De majd ezeket menet közben szépen összeszedegetem, amit csak lehet. Nem is mindegyik kell egyébként, tehát jobb esetben, hogyha sikerül megcsinálni, akkor nem nagyon van rá szükség, hogy mindent összeszedjek. Ott egy képeslap igazából elmondva, hogy mennyire fasza egy város ez. Na, ott volt az asztal, hogyha nem láttátok. És ezért hoztam magammal a lockpicket, hogy ezt a lockot megpikkeljem, ugyanis kell nekem onnan az a feszítő vas. De igazából sok értelme önmagában nincsen, de majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. Jöhettek egyébként az étterem másik irányából is, ez opcionális, viszont akkor máshová kerülnek a tárgyak. Illetve máshol lesz ez a találkozó is. What's that? Calm down, lady. I'm no zombie. My name's Carlos, Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill. Did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah, we came all the way out here to save you civilians. But the mission went bad the minute we landed. Wait! How did he find me? Na, ez az ordas bunkó már megint itt van igazából. Én pedig azt az opciót választom, hogy elbújok a konyhában, és mindjárt látjátok majd, hogy miért. Azon kívül, hogy a másiknak semmi értelme. És ugyanígy itt lesz, amikor visszajövünk. Are you crazy? You could have barbecued both of us. Na és ismét egy kis érdekesség, hogy a hármódban mentek, ott láttok egy táskát Nemesis mellett. Én most nem veszem föl. Az egyébként mindenféle fegyveralkatrészeket tartalmaz, hogyha hardmódban megölitek, én viszont egyszer fogom csak megölni, úgyhogy fölösleges. I need to ask you something. Why did Umbrella send your team here? Our mission is to rescue the civilians. How kind of you. Considering Umbrella caused all this in the first place, those liars. Look, we're just mercenaries, hired hands. No time for talking. If you can believe me, then join us. Think about it. Na, ez a találkozó egyébként egészen máshogy alakul. Abban az esetben, hoppá, jaj, te bunkó, már itt is vagy, jól van. Ez a találkozó egészen máshogy alakul, hogyha az étterem másik feléből jöttök be, tehát ugye ezen a folyosón. Én viszont most hogy is állok? Jó, mind a kettőt el tudom tenni. Egyszer ő is kell nekem. Meg ő is kell nekem. Na most két opció van, az egyik az, hogy Nemesis itt lesz kint közvetlenül mellettem, amint kiérek. A másik opció pedig az, hogy nem. Ő biztos, hogy nem fog kelleni. Jó, meg egy darabig ő sem fog kelleni. Ő kell, ő kell, ő kell. Oké, jó vagyok. Egy élettöltőt általában mindig tartok magamnál biztonság esetére, tehát sosem lehet tudni, hogy mennyire gáz a helyzet. És most éppen nincs itt Nemesis, úgyhogy megúsztam. Bár igazából ezzel a manőverrel, amit az előbb csináltam, simán ki lehet kerülni, hogyha itt van akkor is, tehát nem annyira vészes a helyzet. Így viszont tudja, hogy itt lesz a nyomomba. Mondtam, na, tehát igazából kettő opció van, vagy az ajtón keresztül jön utánunk, vagy pedig itt fog várni, de itt mindenképpen fölbukkan. Na most ez a jobbik eset igazából, mert nem üldöz minket, ugyanis üldözés esetén, hát kb. Olyan gyors, mint mi, egy rossz manőver is simán tarkon tud vágni bármelyikünket.
kicsit arrébb állok, mert vicces egyébként, hogy tolja itt Jill ezt a létrát, vagy sámlit, vagy mi a pék, ezt a létrasámlit igazából, és ő elakad a falban, a létrasámli nem. Úgyhogy... Na, itt most visszanyomtam az áramot. Itt is van igazából egy dokumentum. Ez ilyen képeket megmutogatom igazából. Na, közeli egy zombiról. Na, zombi selfie után akkor én most kinyitom ezt az ajtót, és... Itt látható, eléggé csúnyán lángol minden az égvilágon. Itt pedig nagyon remélem, hogy eléggé gyors leszek. Már ha nem, akkor gáz van. Gyerünk, futás, 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 forduló befelé. Oké, és ezt most sikerült. Igazából ez a helyiség, ez tele van zombikkal, úgyhogy mindenképpen minél gyorsabban el kell húznom innen. És egy apró kis meglepetés is. Na, erről beszéltem, hogy kaptam egy pofon, de igazából még jól vagyok. Úgyhogy még közel sem annyira vészes a helyzet. Gyerünk gyorsan lefelé. Aha, ja, még fine-ban vagyok, jól van. Itt viszont megint meg fog jelenni drága barátunk. És igazából tényleg... Meg is jött. Ez az üvöltözzél csak, amíg én megcsinálom itt a dolgom. Úgyni. Na most ugye ez volt az az óra, amiről beszéltem, hogy ellopták ugye az alkat részeit. A másik az nem tudom, hogy hogy került igazából az újságosokhoz, de nem is nagyon érdekel. Lényeg az, hogy ezt a kettőt én most lefoglalom szépen a helyére. És... És ki is nyílik, mielőtt ez a mocsadék itt nekem jönne. Oké, és jó felé jövök. Régebben egyébként kicsikét máshogy csináltam a dolgaimat, mint most, de... Zombikkal itt nem nagyon kell foglalkozni, tehát hat kelljenek csak föl nyugodt szívvel, visszafelé viccesebb lesz. Visszafelé azért egy párnak lehet, hogy el kell kenni a száját, de nem teljesen 100%. És hogyha minden jól megy, akkor lesz nálam igazából éppen... mennyi helyen van még? Van még, jó? Hát itt is van még néhány gaz, igazából menet közben, tehát hogyha minden jól megy, akkor maximum megharapnak egyszer-kétszer, de jól meg fogom gyógyítani magamat. Egyébként, amikor errefelé jártok, akkor mindenképpen érdemes összeszedni a növényeket, ugyanis később nem sok lehetőség lesz rá. Sajnálatos módon, de hát ez van. Na és itt mit fogok kapni? Vagy kutya lesz, vagy zombi lesz. Zombi. Ami azt jelenti, hogy... Jó, nincs több. Ami azt jelenti, hogy lesz majd még egy itt, viszont akkor kutyákat nem fogok kapni, ez kifejezetten pozitív. Kutyákból kevesebb van, viszont gyorsabbak. Na, megdöglött vagy megdöglött? Megdöglött, jól van. Hát itt is volt kettő zombi igazából, de így le lehet őket szedni, ugye távolra, ott van még egy hordó a sarokban. És azért hoztam magammal ezt a kis kábelt, hogy ide betegyem. A fő feladat ugyanis az, hogy a vonattal elhúzunk, mint a vadlibák. Igen. You're one of the survivors from the rescue team, right? I just ran into your teammate Carlos. How did a girl like you manage to survive? Hey, I'm no ordinary civvy. I'm a member of STARS. STARS? You mean the RPD Special Force Team? Ugh. Hey, is someone wounded back there? Oh, this looks bad. They're coming. Get ready! Fire! Fire! Stay together! Calm down. You're safe now. Everything is gonna be okay.
Na, következő kocsi. So Jill, did you decide to help us out? It looks like we're the only ones who survived. We should work together. No, we can't trust her. Why? But Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Fine. Then let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. That's a lot of ground to cover. I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Fortunately, we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. That works for me. Good plan, sir. Okay, people, let's get moving. Jill, put this on. Na, tehát hogyha valaki esetleg nem értette volna az eseményeket, ugye ezek a kedves, de amúgy rendkívül rossz arcú úri emberek igazából az Umbrella zsoldosai, akiket elviekben azért küldtek ide. Jó van, nincs kutya. Tehát akiket elviekben azért küldtek ugye ide, hogy civileket mentsenek, legalábbis ugye ez itt a hivatalos verzió. Na most, amit tudni kell, hogy ugye elvileg most az óratoronyhoz szeretnének eljutni nagyon-nagyon-nagyon. De még hamar akartam fordulni, az majd a következő helyszín lesz. Ugyanis az óratoronyban a harangot megkongatva tudnak jelezni a helikopternek, amelyik kimenti őket ebből a meglehetősen bazi nagy gázból. Viszont ugye kellene a vonat ahhoz, hogy odáig eljussunk. Hagyjál békén! Mekkora bunkók ezek? És még mindig fine-ban vagyok, teljesen pöpec. Na egy pillanat, csak hogy eltettem én? Eltettem én, jól van, akkor csak megnéztem, hogy eltettem a csavarkulcsot. Ez egyébként két helyszínen is fog majd kelleni, de majd megmutogatom nektek mindegyiket. Úgyhogy igazából alkatrészek kellenek a vonathoz, ugyanis többek között hiányzott belőle ugye ez a kábel is a működéséhez, meg azon kívül még kettő darab alkatrész, nevezetesen valami biztosíték, meg ha jól lesz, igen, biztosíték, meg olaj hiányzik. Na most én az olajért jövök igazából a benzinkútra, legalábbis az egyik feléért. Azért most, mert szeretném elhasználni legalább a cuccnak egy részét és letudni ezt a kis kurflit. Ugyanis ha túl sokszor mentek keresztül egy helyszínen, akkor biztosak lehettek benne, hogy bedob valami random dögöt. Na most esetünkben ugye ez úgy néz ki, hogy ha ott a szobor környékén, majd látjátok, hogy a szobor környékén sokat kavircolok, akkor jönnek zombik bónuszba. Na, és ott is van még némi okosság. Lesz elég helyen vajon? Azt mondja, hogy egy, jó, kettő, ezt már kombinálom is. Jó, ugyanis nekem a kell a hely majd itt mindenképpen. Jill! Hey, the zombies are getting restless. I know. I can hear them. What's going on? Na, azt a legnagyobb ellenségem. Jill! What's wrong? They're coming. They must have sniffed us out. They know we're here. Hey, calm down. Any objections to my playing hero this time? What are you doing? Carlos! Na most ott is csillog igazából egy ilyen első segélyspré, viszont engem nem érdekel. Ismét egy kisebb fejtörő. Itt igazából az a lényeg, hogy az aktuálisan világító betűre kell rányomni a cuccokat. Jó,
Eddig még könnyű dolgom van, bár baromira utálom ezt a cuccot. Nagyon könnyű dolgom volt most, srácok. És már meg is kaptam az olajat. Relax. I'm not dead yet. Are you okay? I'm fine. That hero stuff is harder than it looks. Na, akkor húzzunk innen a végbe. My ears are ringing. We both should be deaf by now. Okay, I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Ah, és már megint magamra lettem hagyva igazából. Viszont én akkor mehetek tovább. A régi játékokban egyébként pontosan ezt imádtam nagyon, hogy fejtörőkkel kellett főleg foglalkozni, és nem elsősorban arra ment rá, csak újra töltök. És elsősorban nem arra ment rá, hogy henteljünk ezerrel. Itt viszont most hentelni fogok ezerrel. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Próbálok így újra tölteni egyébként, mert így gyorsabb. Na gyerünk fiúk, gyerünk fiúk! Jó, ezek ki is hullottak. Remek, na. Egy hely az nekem mindenképpen kell. Persze, hogy elveszem, jól van. És akkor még egyet innen is, igazából sosem baj, hogyha van nálam pluszba. Próbálom az ilyen egyeseket elhasználni, és a boss csaták előtt fölpakolni magamat minden egyébbel. Ja igen, itt egyébként ezt a hullát nem tudtam megnézni, nem ez is miatt, de alapvetően itt is érdemes kutakodni. Ezért. Tehát azért próbálom úgy beosztani, hogy akkor nézzek meg egy-egy ilyen helyszínt, amikor már tényleg meg is tudom tenni. Na, itt pedig futás lesz, mint az ökör. Őket viszont mindenképpen szeretném leszerelni, egyetlen egy oknál fogva, hogy megtisztítsam a terepet tőlük. Úgyis errefelé még fogok futkározni párat. Gyerünk! Gyerünk! Jó, csak kihullottak. Igazából ilyenkor érdemes még velük foglalkozni, később ugyanis jobban szét vannak szóródva, és most egy kicsikét menedzselem ismételten az utcaimat, mert hogy megint tele vagyok mindenféle hülyeséggel, ami tök fölösleges. Jó. Hogy azt mondja? Shotgun lőszer egyenlőre... Összekombájnolom ezzel. Nem kell. Pisztoly most nem kell. Ez nem kell. Ennek a helyére beteszek egy sárgát. Ennek a helyére pedig beteszem a lőszer készítőt. Úgyni.
És most a következőt fogom csinálni. Na most igazából az A, azaz a pisztoly lőszerhez való cuccból kapunk többet. Viszont én igyekszem úgy csinálni, ugye, hogy minél kevesebbet használjak abból, ami kevés. Tehát ugye a B-ből, amik vannak, azok rendkívül hasznosak, amiket lehet belőlük készíteni, és tekintve, hogy ugye egy AAB kombinációs cuccal is 20 darab shotgun lőszert lehet összehozni, én mindenképpen ezt javaslom nektek is. Ja, ezt azért fölpakolom magamnak, nem egy utolsó dolog. Jaj, tök fölöslegesen hoztam magammal még egy gazt, na mindegy, ugyanis itt hagytam kettőt, na mindegy. Most pedig a következő, hogy ide kell betennem ugye ezt a könyvet. És akkor el tudom venni ezt, ugyanis hogyha nem, akkor viszont rám csap az áram valahányszor megpróbálok innen elhúzni. Így viszont ezt is megúsztam, szerintem ebből csinálok magamnak egy ilyen hármas fogatot ismételten. Vagy ketteset legalábbis biztosan. Vagy... Nem, egyelőre hagyom így igazából, majd hogyha kell a hely, akkor csinálok magamnak. Alapvetően egyébként így szoktam csinálni, hogy addig tartom meg az ilyen egyes zöldeket, amíg csak lehet, ugyanis kísérüléseket próbálok gyógyítani és nem pocsékolni a kombinált változatokat. Így jártál, bunkókám. De most nekem viszont rendkívül vissza kell jönnöm igazából itt. Na, erről beszéltem igazából, hogy ezek a hányós verziók, tehát ezeket még egész könnyű igazából kikerülgetni. Az a gond, hogy miután egyszer megpróbáltak minket így összeganajózni, utána igazából már neccesebb a dolog, ugyanis utána megfognak és harapnak, de úgy nagyon. Nekem viszont gyakorlatilag rendkívül vissza kell mennem most. És tényleg egyébként igyekszem mindent megmutatni nektek menet közben, hogy mi van, hogy is állok most helyet. Ja, hoppá, hollók. Bocsánat, nem időzök itt. Na, erről beszéltem, hogy ha sokszor mentek igazából végig egy helyszínen, akkor bedob ilyeneket a játék. Na most a hollók esetében ez konkrétan kettő darab. Tehát ugye másodjára jártam itt és rögtön behajította őket. Ez kikerülhetetlen, bár van, amikor csak visszafelé. Na, engem viszont ez érdekel, ezt most le akarom szerelni. Persze, hogy elteszem. És ez pedig már nem kell, úgyhogy ezt ki is dobom. Újni. És akkor, hogyha emlékeztek, akkor volt itt egy kutya, amelyik kiugrott a tűzből. Na, én most azt szeretném helyre tenni. Viszont először is... Kutás. Megúsztam, jelentem. Jobb esetben egyébként ezt úgy szoktam tudni megcsinálni, hogy nem kell kettőt belelőni. Na, most vagyok jó helyen. Kutyák? Kutyák, jól van. Akkor most jön majd a tüzes rész. De előbb én fogom magamat és bejövök ide, aztán elrendezem ezt a sok gazt, ami nálam van, mert már megint túl sok helyet foglalnak. És valószínű, hogy arra a helyre nekem szükségem lesz. Legalábbis elég esélyesnek tartom. Na nézzük, ő nem kell. Meg ő sem kell. Ő nem baj, hogyha nálam van. És akkor most... Jaj, basszus, menjél már oda közel hozzá. Na végre.
És akkor most nyargalás. Ott kék növények azok a mérgezésre jók egyébként, hogyha valaki szeretné tudni. Jól van, elfogyott. Ó, basszus, irány vissza. Nem tudtam egyébként, hogy ezek mérgeznek. Ez nekem most egy új információ, de még jó, hogy itt láttam ilyen kék gazt. Gyerünk. Na és már tiszta is vagyok. Normális esetben egyébként ezt kiszoktam kerülni, de most nem úgy csináltam egyetlen egy oknál fogva, hogy tényleg mindent szeretnék nektek megmutatni. Ehhez pedig hozzá tartozik, hogy felszedem ezt a kurblit is. Amit majd megmutatok, hogy hol kell használni. Na, itt ez vicces lesz. Ezért mondtam igazából. Kis bunkót a simán ki lehet kerülni, de érdemes vigyázni vele. Wait! What did you do? I had no choice. He was about to turn into a zombie. It would have been a threat, so I eliminated it. But he was still conscious, wasn't he? He was as good as dead. And it took fewer bullets to kill him now than it would have if he had transformed. Na és akkor itt pedig a következő dolgom van. Itt ezt a dokumentumot nem tudom kikerülni. Alapvetően arra szolgál, hogy elmondja, hogy ha elfelejtjük a jelszót, illetve hogy az alkalmazott, akkor ugye emlékezzünk mindig az új termékekre. Ez pedig ugye a Safspring nevű valami Umbrella gyártmányú gyógyszer. Na most nekem ez pedig ezért kell. Itt van a gép, és akkor most fogom kinyitogatni majd a cuccokat. Gyerünk! Minden egyes Resident Evil játékba kell tenni egy ilyen jelenetet, amikor ugye gépelni kell. És szerintem kb. Ugyanez volt a klaviatúra mindegyikben. Oké, és nyisd azt az ajtót. Erről van szó. Na, irány a befelé. Jó, van helyen bőven. És tök fölöslegesen. Na mindegy, itt egyébként a polcokon szokott lenni némi puskapor. Úgyhogy azért, oké. És kész is van a kevertolaj. Némi puskapor szokott itt lenni, azért próbáltam valami helyet csinálni neki, de hát mindegy. Na gyerünk, fiúk! Érdemes egyébként kinyitni itt a gőzt mindenképpen rájuk. Oké. És annyival kevesebbet kell legyalázni, de hát ez nem mindig sikerül úgy, ahogy most. Most sikerült. Oké, és most egészen jól állok. Kifelé, úgyni. Itt pedig még mindig kim van egyébként a hüllőbunkó, tehát a zombik azok simán kikerülték, úgyhogy... Hoppá! Engedjél át! Tajparaszt, na végre! Hagyjabékén! Hú, de ostobán nézett ki, miközben sétált. És újra töltés, jó. És akkor megmutatom nektek, hogy a kurblit hol kell használni.
Tehát mindenképpen teszek egy olyan kitérőt is, nem kötelező egyébként, én azért szeretnék most tényleg minden egyes helyszínt bejárni, amit csak lehet. Úgyhogy most én szépen kanyarodok visszafelé, ahonnan ugye eredetileg is jöttem. És majd meglátjátok, hogy miért teszek én ilyeneket. Hát ezt buktátok. Jó. Érdemes egyébként mindegyiket leszedni, mert hogyha egyet is hagytok itt, akkor igazából az, hogyha visszafelé jöttök, akkor a nyakatokba fogja dobni a játék gyakorlatilag pont az ajtó mellé. És most pedig nekem a következő lesz a dolgom. Először is itt lejövök, fölzavarva egy vagonhollót. Majd utána kinyitom itt a kurvival a cuccot. Itt pedig mindig találtok három darab gránátlövedéket, vagy gránát, mi ez, tárat. Ami azért jó, mert alapból a gránátok önmagukban szerintem annyira nem hatékonyak. Viszont nem nulláról kell fölépíteni a gránátokat, mondjuk a lőszerből, a lőporból, hanem igazából, hogy na, hagyjál békén te. Hitchcock büszke lenne rád, paraszt. Menjél már innen, te mocskos dög. Na végre. Mennyire tépáztak meg? Annyira nem. Na, tehát igazából a különböző lőszer... arra. Ha minden igaz, a különböző lőszereket kombinálva igazából nagyon jó dolgokat tudunk kihozni belőle. Tehát a sima gránátot kombinálva például a különféle puskaporokkal különféle gránátokat kapunk. Hát ez szinkes lehetett számodra. Tudom, kicsit sokat használok, de higgyétek el, megéri igazából ezt a kört is megcsinálni pluszba. Különben nem tenném, de tényleg. Tehát ugye, aki már ismeri az előző végigjátszásaimat, az nagyon jó tudja, hogy mocskosús kód szoktam lenni az összes létező lőszerrel, ami csak a kezem ügyébe kerül, meg úgy általában mindennel. Úgyhogy csak és kizárólag akkor csinálok meg ilyeneket, amikor tényleg úgy érzem, hogy érdemes és többet kapok, mint amennyit bukok rajta. És ugye most gyakorlatilag visszajöttem a játéknak a legelejére, és mindjárt látjátok is majd, hogy miért. Na most ott az úriembert néhányan csócsálják, aki ugye itt volt és bezárta magát a kamionba. Én pedig most összeszedem, ami itt maradt utána, nevezetesen. Puskapor. Meg még puskapor. Na most itt két pirosat, két sárgát kapunk, ami igazából azért jó, mert igazából ezekből lehet ugye így két darab kéket csinálni. Na most a két darab kék, az... Ja, meg mellesleg itt van a fickónak valami ilyen levele, naplója, bejegyzése, egyebe. Gyerünk lefelé. Hülye bunkók. Na, tehát igazából azért jó, mert kettő darab kéket összekombinálva. Ó, azt elfelejtettem. Jó, nem lettem rosszabbul. Tehát kettő darab kéket összekombinálva kapunk fagyasztógránátot, ami rendkívül jó egyébként a Nemesis ellen, tehát rendkívül hasznos, és ebből jó sokat fogok majd készíteni. Illetve kaphatunk egyébként, majd egyenlőre elteszem, mert még nem tökölök vele, illetve három darab kéket összekombinálva pedig kapunk majd, jusson már eszembe, Magnum lőszert, 24 darab Magnum lőszert. Ami pedig ugye, mint minden Resident Evil játékban az egyik legerősebb, amit csak kaphatunk a játék folyamán. Ott is van a kettes kell nekem, mert szerintem annyira már leharapták a valagamat. Oké. Kis zöldet azért elteszek magamnak, mert hogy szerintem fog kelleni. Gyerünk. Na azért mindjárt jobban érzem magamat. A 22 darab lőszer, ami nálam van, az egyelőre még bőven elég kell, hogy legyen, ha minden igaz. Jó, okés. És akkor most ugye irány visszafelé, ahonnan jöttem.
Tudom, egyébként egy kicsikét szőrszálhasogatósnak tűnik ez a dolog, hogy most tényleg 4 darab szerencsétlen kis dobozért visszajöttem ide. Viszont higgyétek el, hogy mindenképpen érdemes megcsinálni. Ja, nem errefele. Tehát mindenképpen érdemes megcsinálni, mert az elején még annyira nem föltűnő, viszont a végén, amikor a nagyon durva fegyverek kellenek, amikor nagyon sokat kell belőlük csinálni, na pont akkor fog hiányozni ez a néhány darab. Hoppá! Ezt nem egészen így terveztem igazából, de hát mindegy. Most esetleg lehet, hogy a másik irányban rövidebb lett volna, viszont erre jobban ismerem a terepet. Itt tiszta. Ja, az már elfeküdt, jó? Jó, azért most ezt egész jól megúsztam. Bár elég sokat kellett lövöldöznöm hozzá. Tudom, biztos vagyok benne, hogy van, aki ezt szebben megoldja, meg többet manőverez, de nézzétek el nekem. Tehát a helyzet az, hogy már megint barmira este van, tehát visszaszoktam arra, hogy nem napközben tökölök ezekkel. Menjél már arrébb. Nem napközben tökölök ezekkel, igazából nem tényleg rászánok egy darab napot. Főleg mióta most ugye ezeket a hosszú végig játszásokat csinálom, konkrét általában pénteket vagy szombatot, amikor ugye egy húzamban neki seggelek és hadd szóljon. Gyerünk keresztül, újni. Na és most jön egy vicces rész már megint. Remélem látjátok, hogy mi van nála. Tehát az bizony egy rakétavető. Amit egyébként meglehetősen gyakran próbál is majd használni ellenünk. Én viszont igazából, hogy végignyargalok szépen ügyesen az egészen, akkor nem lesz belőle semmi problémám. Futás, futás, futás. Hű, basszus, de rohadt közel van. Ezzel nem számoltam, hogy igen, tehát hogy a Capcomék lusták voltak, nincsen meg az ajtónyitós animáció. Abban a pillanatban, ahogy nem látjátok, hogy hol van, abban a pillanatban rögtön megjelenik, és meg... Jaj, de rohadt közel volt. Abban a pillanatban rögtön megjelenik és megpróbál igazából szanszét csapkodni minket. Itt is igazából. Váltás és már a nyomomban van. Ugye egészen addig egyébként nyugodtan el lehet parádézni, amíg ugye látjátok, hogy ki hol van. Itt pedig most a hollók elől kell csak elfutnom, aztán már biztonságban is vagyok. Hát biztonságban az mondjuk erős túlzás, de nagyobb a nyugi. Jó, ezt el is felejtettem, mindegy, ez egy kis apróság igazából. Na és itt megint két opció van igazából, hogy leugrunk vagy fölmászunk. Én mindenképpen a fölmászást javaslom, ugyanis a leugrás az égileg a semmi előnnyel nem jár. Gyakorlatilag az épületen kívül fogjátok magatokat észrevenni, hogy ott vagytok. Aztán ezzel kb. Kifújt így a különbség jöhettek be megint. Úgyhogy igazából ez egy gyorsabb megoldás mindenképpen. Na most pedig ismételten kicsikét menedzselem a dolgaimat. Nézzük csak, az kell, az kell, az kell, az kell, az kell, 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 kell. Elviekben jó vagyok, ha minden igaz. Legalábbis megpróbálom úgy intézni, hogy ne nagyon harabdálják le a valagamat menet közben. Ezt a részt egy gyűlölöm. Basszus, erről beszéltem, hogy harabdálósok egy idő után a francba. Újni, na azért jöttem egyébként most először errefelé. Majd mindjárt meglátjátok, hogy itt is igazából kell tennem majd egy kitérőt. Azért jöttem először errefelé, mert hogyha először elmentek hátra, és megszerzitek az olajhoz tartozó másik adalékanyagot, akkor itt már nem lesznek ezek a bogárszerű bizbaszok, ami rendkívül jó dolog.
Arra nem emlékszem, hogy igazából itt most lesz Nemezis, vagy nem, de úgy emlékszem, hogy itt már még egyszer nem. Valahol elhagytam a fiút félúton, és ezért akartam mindenképpen megtisztítani itt a terepet, mert úgyis erre felé kell eljönnöm egyszer. És egyenlőre ugye ott többet nem kell pakolni. Rengeteg pakolóhely van egyébként, azt kell mondjam. Tehát az előző részekhez képest kifejezetten sok helyen lehet szétpakolni a dolgainkat. Jaj, hollókok! Sziasztok, madárkáim! Na, tehát eléggé sok helyen lehet igazából pakolni a dolgainkat. Ami kifejezett pozitívum, ugyanis sokkal több tárgy van. Na, még jó, hogy hagytam itt igazából ezekből a gazokból is. Egy mindenképpen fog kelleni. Tehát ugye sokkal több tárgy van, mivel hogy ugye eléggé sok puskaport lehet felszedni. És ugye itt kicseréltem most a szobornál ezt a cuccot, és ezért. Úgy is szereztem egy aksit. Gyerünk, 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 futás. És innentől kezdve tényleg nagyon be kell osztani, hogy most akkor ki, mikor, mit, hova pakol. Gyerünk, jól van. Holokat egyébként mindegyik részben kifejezetten utálom. Egy időben mindig azzal szórakoztam, hogy elkezdtem lelövöldözni őket, aztán rájöttem, hogy totálisan tök fölösleges. Tehát mindenhol el lehet futni előlük, hogyha valaki ügyesen csinálja. Én egy jó darabig nem csináltam ügyesen egyébként. Meg tényleg az volt nekem mindig szimpatikus az első részekben, az első három epizódban mindenképpen, hogy tudni kellett, hogy hová megyünk. Tehát tényleg tisztában kellett lenni azzal, hogyha valaki tényleg gyorsan akarta megcsinálni és jól dolgokat, hogy mi hol van, hol vannak a váltások, mikor kell fordulni. Na most a helyzet az, hogy én még ebben a részben annyira nem vagyok profi, viszont kétszer kivittem még indulás előtt. Tehát valamiért én menet közben, ahogy elkezdődött a szavazás és láttam az eredményeket, én menet közben valamiért sejtettem, hogy úgyis ez fog nyerni. Vagy legalábbis első-második környékén lesz. Úgyhogy én vettem a bátorságot magamnak és elkezdtem játszogatni vele, hogy tényleg itt tisztába tegyem a dolgokat. Na, ez mindig jól jön. Azért írtam egyébként őket most, mert így is úgy is meg kell tisztítanom a terepet tőlük, és akkor inkább még most, amíg nincsen különösebb gáz. Jó, elfogytak. Ugyanis, hogyha jövök kifelé, kifelé is itt lesznek. Tehát tényleg ez egy nagyon nagy probléma ilyenkor, hogy itt még lehet kezelni, kifelé viszont pont úgy rakja őket el a játék, hogy ó, piros növények, itt sem mindig van egyébként, valamikor igen van, amikor nem. Illetve bent is hol van, na jusson már eszembe, oda bent is igazából van, amikor van puskapor, van, amikor nincsen puskapor. Úgyhogy ez is majd ki fog derülni mindjárt. Tehát a lényeg az, hogy kifelé menet, hogyha jövök, akkor pont úgy pakolja el ezeket a szerencsétlen zombikat, hogy nem lehet mellettük elfutni. Na nézzük, van puskapor vajon? Van! Remek! Akkor most így a helykihasználás céljából úgy is csinálok egy szét majd magamnak. Jó. Ezt pedig manuálra állítottam most igazából, itt kettő dolog kell majd nekem mindjárt. Két külön ajtó van egyébként, az egyiket azt úgy kell beállítani, hogy tehát transformátor, az olyan 115 és 125 volt közé lője be a cuccot, a másikat pedig úgy emlékszem, hogy 15 és 25 közé. Ezt pedig így lehet elérni. Akkor mind a két ajtó kinyílt. Na most nekem két opcióm van igazából. Ja. A francba ezt nem kellett volna fölvennem, na mindegy. Nem tudom, hogy mit csináljuk igazából, mert most nekem kell mindegyik hely, úgyhogy... Na és ugye ezek szépen bejöttek és ismételtek, két opciót fogok kapni. Az egyik lehetőség az, hogy kimenekülök a hátsó kijáraton, ami nekem egyelőre nem túlságosan jó. Viszont akár az áramot is fölhúzhatom.
És akkor meg ez az eredmény. Na most én még mindig gondolkodom, hogy mit csináljak igazából, mert hogy nekem kell az az egy darab szerencsétlen sárga még mindig. Hú, de nagyon megakadt egy pillanatra. És ezt a dögöt mindenképpen el akartam innen pakolni. Én viszont úgy döntöttem, hogy mivel egészen jól állok, nem kell. Itt hagyom Ebek 30 adjára. Már annyi szerencsétlen élettöltőm van, szerintem a felét nem fogom elhasználni a végéig, de hát... inkább több legyen, mint kevesebb. És most pedig ugye minden egyes alkatrész megvan már, ami kell nekem, hogy beindítsam a vonatot, ami kifejezetten pozitív. Nem tudom, hogy melyik opciónál, vagy hogyan lehet behozni azt a lehetőséget, de van, amikor Nemesis is megjelenik itt. Ami annyira nem túl jó dolog egyébként, meg ugye itt megint ilyen végig kergetőzni van, de hát... ez van. Nekem egyébként még mindig furcsa ez, hogy itt egyetlen egy szereplő van, ugye a megszokott kettőhöz képest. Na most viszont a helyzet az, hogy én föl fogok tankolni, de eléggé emberesen. Ugyanis nem boss csata jön, viszont igazából egy bosszal fogok közelebbi ismerettséget kötni. És rendkívül gyűlölöm, és nagyon béna vagyok ennél a résznél. Úgyhogy mindenképpen föltankolok. Gyerünk. Tehát természetesen nem tudja a játék megtenni azt, hogy békén hagyjon. Úgyhogy először is ő egyelőre nem fog kelleni. Viszont... zöld gaz, hol... ja. Ott is van egy zöld gaz, ő nem kell most. Meg egyenlőre. Sőt, igazából ő már egyáltalán nem fog kelleni, úgyhogy... így már teljesen jó is vagyok. Na, de egyébként nem is nagyon kérdezgettem tőletek meg, hogyha minden igaz, akkor mivel, hogy ugye a gépemet eléggé le fogja foglalni majd az, hogy megcsinálja ezt a szerencsétlen videót, nem is nagyon lesz alkalmam rá, hogy beszélgessek erről veletek. Régen csináltam vlogot, tény és való, de érdekelne, hogy ki miért választotta ezt a játékot. Tehát nem azt mondom, hogy olyan túlságosan nagyon, de azért sikerült neki nyernie. Na, ez a bukó már megint itt van. Hoppá, de megcsomag, ojjaj, basszus! Nem erre számítottam, keljél már föl. Fenébe, ezzel most nem jártam jól. Meg ezzel se. A francba. Ettől féltem egyébként, hogy el kell majd használnom ennyit, de hát el kellett használnom sajnos. Normális esetben ez úgy nézett volna ki egyébként, és imán elfutok Nemesisnek a jobb oldalánál, és nincsen semmiféle problémám belőle. Ezt a részt marhán gyűlölöm. Ez talán az egyetlen rész, ahol többször meghaltam már, mire rájöttem, hogy mit kell csinálni. És még most sem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy menni fog teljesen. Hogyha valaki már játszott a játékkal, akkor tudja, hogy miről van szó. Igazából itt főleg manőverezni kell, de marha jól. És marha gyorsan. Mocskos bunkó. Mindig meg kell várni, amíg kijön ez a rohadék. Francba elrontottam.
megúsztam, srácok, ezt megúsztam, hogyha minden igaz. Hú, de nagyon megúsztam. A helyzet az, hogy kettő harapással igazából ki is tud csinálni bárkit az égvilágon az a rohadék, úgyhogy nem éppen szívszerelmem, azt hozzá kell tennem. Hú, most nagyon-nagyon izgultam, most baromira izgultam. Ahhoz képest most egész jól sikerült megoldani, ezt meg szerencsére már kinyitottam, úgyhogy könnyebb most bejutnom ide is végre. És most ugye a másik felébe kell mennem, ugye, hogy a helyére tegyem itt a dolgokat. Te meg haldokoljál csak, és akkor most olajad bele. Meg ezt a cuccot is bele. It looks like we're ready to go. Here, take this. Hogy ne tenném el? Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Vezessél, kedves Carlosom, vezessél. It's looking good. Na Mihály, mi történt veled? Itt pedig egyébként egy apró kis trükkel meg lehet majd oldani, hogy gond nélkül megúszunk. Fordulás, kifelé. Get out of the cable car, now! Mihály, wait, don't! Get out of here, hurry! Na és itt pedig érdemes egyébként az ablakon kiugrani. It's useless. Na, lesz itt van. És van, igen, szerencsére van. Névi puskaport, akkor megint össze tudok szedni innen igazából. Helyem az elvileg van hozzá. Fordulj el. Aha, mindet össze tudom szedni, jól van. Azért jó egyébként, hogyha innen jövünk. Egyrészt ugye ide nem kötelező bejönni, viszont jó. Tehát ugye most össze tudom szedni a puskaporokat is. Másfelől pedig majd lesz itt egy plusz cucc, amit lehet kapni, de majd mindjárt megmutatom azt is nektek. Lehet kapni, kapunk, egészen pontosan. Gyerünk már, törzs vissza, azaz. És ismét nagy találkozás. Ja nem, még nem. Először is ezeket elpakolom. Őt is elrakom. Kicsikét jobban kéne majd menedzselnem itt a dolgaimat, de hát mindegy. Jó.
Na, nincs, van ebben a szobában még valami, azon gondolkodom, de szerintem nincsen. Sőt, biztos, hogy nincsen, jól van, akkor tipni kifelé. Egyelőre jó vagyok. Managed to survive. Maybe we can start helping each other again. Yeah, it's been rough. But we can rest now. No, we're the only ones left. There's no rest for the wicked. Here's a gift for you. Na, ezt csak ilyenkor kapjuk meg, hogyha kiugrunk az ablakon. Ezért mondtam, hogy érdemes. Ez pedig nem mindig van itt igazából, de most úgy néz ki, hogy mázlim van. És most van sima gránát ismételten, de hát ugye ezt lehet kombájnolni. Na, irány a kifelé. És itt pedig ismételten találok majd egy-két érdekességet. Térképet is lehet itt a környéken összeszedni, de engem nem érdekel. Ez viszont annál inkább. Ő pedig egy aknavető. Oké, és ez sem érdekel. Irány befelé. Tehát ugye mint a mellékelt ábra szerint is ugye lehetett olvasni, aknát vet. Ez meg csúszik, mászik össze-vissza, de hát különösebben nem zavar. Ez egyébként marha szimpatikus nekem, hogy annak ellenére, hogy ugye eléggé sok változata van az ellenfeleknek, hogy mikor, hol, mi fog felbukkanni. De tényleg nagyon szépen összerakták. Azért nagyjából kikalkulálható. Na, most itt van valami, vagy nincs? Nincs. Ja, de hülye, ez van. Csak valamikor van itt is igazából puskapor, most éppen nincsen. Na, és valami már megint leszakadt. Ezt a vagongránátot, ezt hozzávágom a többihez, amint megtalálom, hogy hol van, ott van, aha, jó. Fagygránátok azok jól fognak jönni, ő pedig egyenlőre nem kell. Többi cuccot úgy döntöttem, megtartom. Hú, de nagyon régen csináltam már egyébként ilyen végigjátszást, mármint nem az, hogy hosszút, hanem ugye ezt a mentés nélküli cuccot. Ugye legutoljára is azért voltam úgymond rákényszerülve a Silent Hill 1, illetve hát ugye a Resident Evil 1-2 esetében, szálljál már le rólam. Ezért jobban szokott sikerülni. Azért voltam rákényszerítve, mert ugye még mindig nincsen PS1-em, és még mindig nincsen olyan memóriakártyám, amit szeretne. Innentől kezdve pedig ugye marha nehéz lenne menteni. Tehát gyakorlatilag ez az egyetlen egy oka, hogy ez is így készül. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy nem fogok megmurdelni félúton. Legalábbis azt különösebben nem díjaznám. Itt meg pókok lesznek, ha jól emlékszem. Gyűlölöm a pókokat. Aha, pókok. Futás. Egyetlen egy bajom van velük egyébként, iszonyatosan gyengék, gyíkok, lassúak, hasonlók. Viszont mérgezőt harapnak, ami annyira nem egy túl szimpatikus. Itt hátul viszont ismételten két piros gazboldog tulajdonosa leszek. Ezért mondtam egyébként, hogy annyi rengeteg gyógynövény van mindenhol az égvilágon, hogyha valaki okosan tudja beosztani, meg tud figyelni arra, hogy mit csinál, akkor azért eléggé sok van belőle, és elég. Több, mint elég. Igen, eldobom, nem kell, fölfelé jól van. Aha, ott megint csak van egy pár dolog. De először ez. Zene doboz igazából. Na, azért álltam meg a mondat közepén, hogy ezt ti hallhassátok igazából. Botfülűeknek ez a cuccgáz. Lényeg az, hogy be kell rakni igazából ezeket a cuccokat a helyükre, hogy azt játsszák le, amit hallottunk. Eddig jó. De úgy emlékszem, hogy ez is véletlenszerű. Aha.
Jó, és az utolsó kettő. Oké, és na most jó lesz, lejátszom, és hadd szóljon. Na most ezzel pedig kaptam igazából egy merőben új kulcsot. Engem pedig egyenlőre ez a kettő cucc cicerget. Volt ott még egy csillogó cucc egyébként a szekrény tetején, hogyha figyeltétek. Ha nem, akkor is ott volt. Viszont én ővel egyelőre nem nagyon szeretnék foglalkozni. És így jó is vagyok. Jó, csak a most jön az utolsó helyszín igazából, ahová most nekem el kell jutnom, mielőtt ugye sikerülne megkongatnom ezt a szerencsétlen harangot, mert ugye elvileg arra menne ki. Ja, hoppá, még egy kis esemény is lesz menet közben, de mindjárt. Milyen kultúrát becsukja maga mögött az ajtót, azért figyelitek. Ismét egy ilyen döntés van, és én pedig azt választom, hogy szeretném a fényt az arcába beletolni. Szép nagyra nőtt Tyrant ez egyébként. Na most itt is, mint ahogy említettem még a legelső alkalommal, igazából össze lehet szedni minden egyes Nemezis halál után a cuccait. Viszont ez a része engem különösebben nem érdekel. Ugyanis nem nagyon szoktam megölni, mint ahogy most sem. A másik opció az lett volna, hogy rácsapom ugye a 220-at, és akkor ugyan megsül, és föl tudom szedni a cuccait, viszont ezen a folyosón már üldözött volna, amit én annyira nem díjazok. És itt igazából majd mindjárt ki fog derülni, hogy mit fogok kapni. Kettő lehetőségem van. Jól van, itt ugye befelé, és már nem is kell a kulcs. Tehát két lehetőségem van, az egyik az, hogy itt pókokat kapok, az a jobbik eset. Hogyha nem pókokat kapok, akkor viszont azokat a bogárszerű izéket, és pókokat kaptam, jó? A pókok jók, a pókok lassúak. Vannak azok a bogárszerű cuccok, amik ugye ott a lift környékén is kavircoltak, na, és két lábra tudnak állni, na, azok baromi gázok, tehát azok szűk helyen iszonyatosak, tényleg. És azért jövök ide hátra, mert hogy itt van némi akna, ugye ezt lehet majd vetni. És ismételten egy kisebb fejtörő következik, nevezetesen három darab követ kell ugye nekem itt összeszednem. Egy borostyánkő, úgy emlékszem legalábbis, hogy az ember az borostyánt jelent. Egy obszidiánkő. És ugye egy kristálykő. Na most itt pedig a következő a helyzet, hogy van nekem itt ugye három darab órám, ugye kettő ezek közül éjfélt mutat, a harmadik középen pedig ugye éppen 9 órát. Ez a jelen istennője, az a múlt istennője, ott pedig a jövő istennője. Na most a következő a helyzet, hogy a három darab követ nem mindegy, hogy hova helyezzük. És az egyik az egyet, másik kettőt, harmadik pedig hármat ér, ez a kristály obszidián és a borostyán, majdnem gyömbért mondtam. Na mindegy, lényeg az igazából, hogy ha a múltba tesszük, a múlt tálcájába, akkor annyit von ki a középsőből, amennyit ér. Tehát ugye mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3-at. Hogyha jelenhez tesszük, akkor ugye hozzáadja azt az értéket, hogyha a jövőhöz tesszük, akkor pedig hozzáadja kétszeresen. Na most nekem pedig évfélre kéne ezt is állítanom. Most mivel egy 3-at kell nekem beletennem, ezért most ugye először az obszidiánt ezt beledobom ide. A múlthoz, igen. Ide középre bedobom a borostyánt. Így kaptam ugye plusz 3-at, itt pedig ugye plusz 2-t fogok kapni majd a kristálytól, és pont meg lesz az éjfél.
Ez egyébként teljesen randomban változik, tehát itt aztán tényleg bármilyen időpontot kaphattok, úgyhogy érdemes egyébként egy táblázatot készíteni erről az egészről. Néhány próba után rájöttök, hogy melyik. Na és ő pedig nekem ugye kell. És tipli kifelé. Gyűlölöm a pókokat. Igazából azért utálom ezeket a cuccokat itt, mert hogy foglalják csak a helyet és idegesítőek. Sőt, úgy emlékszem egyébként, hogy itt menet közben is simán vált a játék, tehát hiába vannak mondjuk itt pókok. Hogyha később erre felé kavircolunk, akkor pedig simán bedobja mondjuk a bogarakat, hogyha arról van szó. Na és ugye Nemezis az valahová lezuhant. Van egyébként még egy külső része ennek a helyszínnek, amivel én jelenleg nem foglalkozom. Hagyjál békén, hülye pók. Tehát amivel én jelenleg nem foglalkozom egyáltalán. Igazából kutyák vannak kint, meg vagy 5 darab gyógynövény, de konkrétan most annyi van belőle, hogy Dudát lehet vele rekeszteni. Gyerünk, föl a lépcsőn a létrán. És akkor megyek helikoptert hívni. Na és ugye itt van ez a cucc, amit ugye mondtam, hogy itt csillog, meg is van. Ezt kell majd a helyére tennem. Méghozzá ide. Na és most pedig a következő mutatványra fogok készülni. Azt mondja, hogy ő nem kell nekem. Ő fog kelleni. Legalábbis lehet, hogy fog kelleni. Először is kell nekem, hol van a sima gránát. Meg is van a sima gránát. Hol van a gránátvetőm? Hol van a gránátvetőm? Ott is van. Most én pedig a következőt fogom csinálni. Először is kiszedem a fagygránátot. Valahol hagytam egy C-t, ha minden igaz. Ezekből a cuccokból. C. Ott is van egy C, aztán utána. Hol vagy? Ott is van a készítő cucc. Na most a következőt fogom én csinálni igazából. Nekem fagygránátok kellenek Nemezis ellen. Úgyhogy először is ezt csinálom. Aztán megfogom. Közben rájöttem, hogy tök fölöslegesen vettem elő egyébként azt a készítő cuccot, mert úgysem fogom használni. Viszont nekem kell még ezek közül B. B. A. Jó. Jó, és akkor elvileg még egyet össze tudok dobni, tehát ebből sok kell. Ebből nagyon-nagyon sok kell. Darab már van, de ha már itt vagyok, akkor elkezdek még mixelgetni. Először is kiszedem a B-ket, amiket találok. Mondja, hogy 1B, 2B, 3B, 1A, 2A, 3A, meg a készítő cucc. Hova tettem, ott is van. És még most, amíg van rá lehetőségem, addig megcsinálom, hogy... Úgy, 24 darab magnum lőszer, ez mindig jól jön. Azt egyelőre el is pakolom, és akkor pedig nekem még shotgun lőszer is fog kelleni. Ja, hülye vagyok, ez nem az. Azt mondja, hogy az mindenképpen kell, legyen még egy B legalább. Még egy A. Még egy B-t. B. Hol vagy B? Nem. Hú, srácok, kifogytam a B-kből, mégis csak lehet, hogy össze kellett volna szedni azt az egy darabot. Na mindegy. Technikailag jó vagyok. Na akkor tipli lefelé, Nemezisni egyet. Na gyere te helikopter, gyere.
stars. Na most alapvetően igazából a következő teendőnk, hogy elkezdjük lőni Nemeziszt, mint az ökör. Gyerünk, gyerünk! Ez teliben esett. Futás innen, futás innen. Jó van, még jó vagyok. Ő viszont már kevésbé. I'm sorry, Jill. Please, wake up! Jill! Jill! October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Na, tartottam egy kis technikai szünetet igazából. Tehát mint a melléket ábra is mutatja, innentől kezdve pedig Carlost fogjuk irányítani. Elnézést. Csak megigazítottam gyorsan a mikrofonomat. Na, ezt egész jól megúsztam, a következő rész nem biztos, hogy ennyire egyszerű lesz. Mondtam én. A francba. Jó, még egyelőre megúsztam, nagyon szépen megúsztam az egészet. Viszont itt kezdődnek majd a vicces dolgok, ugyanis fogalmam sincs, hogy itt mit fog bedobni nekem a játék, lehetséges, hogy semmi extrát. De lehet, hogy most viszont ilyen bogárszerű cuccokat fogok kapni. Szia, zombi! Mondtam én. Ezeket marhán gyűlölöm, mert iszonyatosan gyorsak. De tényleg, ez az egyetlen egy baj velük, amúgy különösebben nem zavarnának, hogy itt vannak. És ugye itt van egy ilyen kis harang, amit Jill nem tud eltolni egyébként. Carlos viszont annál inkább. Úgyhogy most már szabad az út igazából a kórház felé. Mert hogy ugye most oda kell menni Jillnek készíteni mindenféle vakcinákokat. Gyertek közelebb, srácok! Hát jobb, mint a semmi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11-eddig. Jó, azért próbáltam a pisztolyt elhasználni először igazából, mert ugye ebből kevesebb lőszer is van, meg kevésbé fog kelleni, de majd meglátjátok, hogy mennyire kevésbé. Mondtam már, hogy gyűlölöm a huntereket egyébként, de úgy mindegyik részben. Tehát a hunterek szerintem így tényleg a lehető legszemétládább dögök, amiket bele tudtak pakolni ebbe a szerencsétlen játékba. Igazából nem csak, hogy gyorsak, és van nekik egy olyan támadásuk, ami azonnal öl, hogyha éppen nem vagyunk abszolút maxon. Egy napló, ezt most nem olvasom el, ott pedig ha mindig az lőszert kapok. Aha, lőszert kapok, jól van. Gyerünk, 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 ezt akarom még fölvenni. Úgy, ez pedig egy fölvevő. És most pedig a következő nagyon-nagyon bonyolult volt megoldani egyébként, egy hangra működő lift. Úgyhogy adjuk be a hangot. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However... És a lift nyitva. Tehát igazából most egy vakcinát kell csinálnom Jill Valentine számára, ami viszont annyira nem egyszerű, mint ahogy az így elsőre hangzik. Következő a helyzet, hogy itt viszont valamelyik emeleten simán bedob valami ellent így az ajtóba, úgyhogy ez nem az az emelet, jó? Ez is véletlenszerű egyébként, hogy hol találkozunk dögökkel pluszba. Ha minden igaz, akkor itt lesznek most hunterek. Ja nem. Nikolai? You're still alive? You saw what happened. What's going on? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. Wait! Na hát a faszikám az elszállt, mint a győzelmi zászló. De ez engem különösebben nem érdekel, engem egyetlen egy dolog érdekel innen. Méghozzá ez. Gyerünk már, na végre. Kezdem megszokni egyébként ezeket a szép lassú töltéseket. Bár őszintén megmondom, most már azért annyira nem vagyok hozzászokva. Tehát ez pont egy olyan dolog, mint hogy valamikor játszottam egy Commodore 64-en. Tehát még ugye az ősidőkben, igen, nekem volt. Bár kicsit megkésve, de volt. És... ja. El is felejtettem ezeket a dögöket. Jó, ezt megúsztam. 104, és ott van. Na most itt a következő dolgunk igazából, hogy tükrözni kell majd a másik szobában ugyanezt a dolgot. Ahol van a szekrény. Na, tehát régebben ugye simán eljátszottam egy Commodore 64-en, annak ellenére, hogy 500 millió egy év volt, mire bármi az égvilágon betöltött rajta. Hát Play-ten voltam, ugye akkor volt ez a retro részleg is pluszban. Na, ott kipróbáltam a Commodore 64-et megint, és rájöttem, hogy én ezt nem tudnám még egyszer csinálni. De tényleg, tehát annyira elszoktam tőle, hogy várjak. Ilyen szempontból egyébként nagyon jók voltak még a régi konzolok, tehát főleg ugye a Nintendo konzolok, amik ugye használták előszeretettel a kazettákat. Tehát gyakorlatilag azoknál ugye, mivel hardveresen volt minden tárolva, nem fordult olyan elő, hogy valami mondjuk akadt, vagy esetleg tényleg karcos lett volna a történet, esetleg tényleg az, hogy hosszú töltési idők. 1-0-4. Szezám tárulj. Tehát ilyen szempontból azok marha jók voltak. Csak ugye kisebb volt igazából a tároló kapacitásuk, mint egy CD-nek, tehát ezért is szorulhattak ki. Viszont én meglepődtem rajta még annó, hogy oké, nem annyira szépen, de Resident Evil második részét, ami egyébként ugye már CD-n jelent meg,
ugye, mint az első is nyilván, gyakorlatilag leprogramozták, mi az Isten, Nintendo 64-re. Én teljesen meglepődtem ezen. Tehát, hogy hogyan csinálták meg a srácok, fogalmam sincsen, bocsánat, vagy csajok. Na, szerintem így be fog dobni valami dögöt. Tehát, hogy hogyan csinálták meg, arról hupilila fogalmam sincsen, de minden elismerésem nekik. És semmi. Na, itt viszont huntá. Sok-sok huntá lesz. Egész pontosan 2, meg majd még 2. Újni, 1 mínusz. Gyere csak közelebb. Nem. Itt is néha bead egyébként valami zöld lövényt, most éppen nem adott be. Na, nekem pedig most ő kell. Tekintve, hogy egy deka élettöltöm nincsen, nagyon remélem, hogy ezt a részt ezt jól meg fogom tudni csinálni, különben marha, hogy gáz van. Na. Persze, hogy aktiválom, igen. Ez egyébként ki szerint rossz ötlet még? Na most nekem pedig ezt a cuccot be kell dobnom ide. Okés. Ismételt egy tök egyszerű feladvány, gyakorlatilag az a lényeg, hogy szintbe kell hoznunk itt a cuccokat. Egyes, hármas, ez pedig mindenhol ugyanaz. Tehát ez azon kevés cuccok egyike, fejtörők egyike, ahol mindig ugyanaz a megoldás, úgyhogy ezzel nem nagyon fogtok szenvedni különösebben. Egyes, hármas, A. Oké. Gyerünk. A vakcina Jillnek. Na, ez vicces lesz. És megúsztam, srácok, és megúsztam. Úgy látszik, hogy egész jól sikerült most elboldogulnom Carlosszal is. Egyébként, mert őszintén megmondom, elég béna szoktam lenni. Na. Gyerünk, gyerünk. Úgyni elvileg ennyi Hunter volt itt összességében. Ezt is megúsztam, ezért mondtam egyébként, hogy szeretném mindenképpen tartalékolni a géppuskát, mert hogy az kell. Tehát, hogyha nekem pisztolya kéne Hunterre lőnöm, valószínű hülyét kapnék. Na most itt viszont, hogyha eddig nem dobott be semmi ellenfelet a Leafnél, itt fog, de hogy most Huntert vagy zombit, azt nem tudom. Zombit, sokat. Jó, még 64%-a van a puskám is igazából, de hát most már nem nagyon fog kelleni. Van, aki szeretné még használni, de én nem. Jó. Az egy darab élettöltő pedig egyébként, ami Carlosnak jutna, az itt van ebben a szobában. Időzített bomba, időzített bomba. Hunter a hátam mögött, Hunter a hátam mögött, gyerünk. Easy módban azt hiszem, vagy fél perc van, még nem tudom, valahogy így. Azért csak sikerült ezt is megúszni. És most már csak az a dolgom, hogy a maradékot is megúszom. Ha minden igaz, akkor most ide be fog dobni egy csomó kukacot, ezek elől simán el lehet szaladni, tehát nem olyan vészes történet. Oké, valami már... Aha. Lényeg az egyébként, úgy lehet ezeket kikerülni, hogy maradjunk mozgásban. Én viszont most itt kicsit megpucolom a terepet. Jád. Akkor nem pucolom meg a terepet. Ha minden igaz, akkor legközelebb, amikor erre felé jövök, akkor itt már teljesen tiszta lesz minden az égvilágon.
Jó, és ismét egy érdekes találkozás fog következni. Nem beszélek veled? Na, tehát igazából itt is, mint a legtöbb esetben simán ki lehet kerülni, nem ez iszt, úgyhogy közel sem annyira vészes, mint amilyennek szántak. A lényeg az igazából itt, hogy nem szabad pánikolni. Még akkor sem, amikor megjelenik a hátunk mögött. Vagy az oldalunkba, vagy valahol, na mindegy, na. Lesz-e neked vakcina? Hey! Are you okay? Yes. Barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up! What? I thought we killed that thing! No. It's been waiting for you! He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Megkaptuk a remek tanácsot, hogy ne bízzunk Nikolajban. Köszönöm, nem állt szándékomban. Na most viszont akkor nem. Ez kell, ez viszont így egyelőre édeskevés lesz, az az igazság. Jó van, remélhetőleg fogok még kapni egyébként ilyen okosságokat. Ez még egyelőre nem kell. Egyet mindenképpen bedobok magamnak. De biztonság kedvéért, ja, lockpicket majdnem elfelejtettem, ez is fog kelleni. Biztonság kedvéért inkább kettőt hajítok be magamnak. És ha minden igaz, akkor ez így... nem lesz jó, úgyhogy inkább akkor a következőt fogom csinálni, hogy... de, elég kell, hogy legyen. Legalábbis nagyon-nagyon remélem, hogy elég lesz. Tekintve, hogy ugye nem ez is, hanem nagyon harcolok, még mindig, innentől kezdve azért valószínű, hogy elég lesz az összes lőszer. Na és akkor most egy ilyen varga betű. Ezért mondtam egyébként, hogy figyeljetek arra, hogy balkezes és simán ki lehet kerülni a bunkóját. Így gyakorlatilag, ha minden igaz, akkor egészen a kijáratig fog üldözni. Itt ugye nem tud, mert ugye látom. De itt a következő folyosón már megint. Kicsit mellé mentem, majdnem. Jó, akkor csak megúsztam ezt is. Na, ezért mondta, időnként egyébként elfeledkezem egy-két ilyen apróságról, de egyenlőre ezt még nem bénáztam el. Na most nekem pedig... következő fog kelleni. Úgyni most pedig kulcsokat fogok hajkurászni gyakorlatilag folyamatosan. Az meg... ó, igen, ezt el is felejtettem, hogy ilyet is lehet kapni itt. Jó. Na, irány kifelé. És a parkot egyébként marhán utálom, mert hogy... mész innen? Parkot azt egyébként marhán utálom, mert hogy nagyon véletlenszerűen dobja be a dögöket.
Jó, az összes többinél is, de igazából itt két opció van. A rossz, meg a még rosszabb. Na, itt most melyiket fogom kapni? A Hunter kaptam, basszus kulcs. Jó. Ami azt jelenti, hogy lesz még egy Hunter itt. Na most itt igazából kettő darab opció van. Az egyik az, hogy kapok ilyen huntereket. Nevezetesen ugye ezt a két darabot. A másik lehetőség pedig az, hogy kapok kukacokat. Azok az egyszerűbbek. Itt viszont nem tudom, hogy mit fog bedobni, de valószínűleg itt két darab hunter lesz. Nem, most zombikat kapok. Aj, basszus, miért ez van nálam most? Hát ezt most igazából inkább hagyom a fenébe, és inkább bevállalom azt, hogy kicsikét sérülök. Mert hogy most, ha igazából a másik irányban nekem hunterek vannak, akkor cseszhetem. De nem azok vannak. Ja, kifogytam, jól van akkor. A francba. Egy darab lőszer, hát ezen túlságosan sokra nem megyek, az az igazság. Na, ennél mi is van, azt mindig elfelejtem. Jó, magnum lőszer, az mindig jól jön. Abból sose elég egyébként. Jó, nem sok mindenre használtam eddig, de sosem baj, hogyha van. Oké, és... itt pedig visszafelé sem baj egyébként, hogyha megharapnak. Rosszabb esetben itt egyébként nem zombik vannak, hanem hunterek. Ez még mindig nem olyan vészes. Azt kell mondjam egyébként, hogy most ezt így egészen jól megúsztam. Hogyha most végig huntereket dobott volna be, akkor fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Elszámoltam magamat egy kicsikét a lőszerrel, de hát még mindig nem olyan vészes, mert nem sokára találok magamnak megint egy ládát, aztán kiokumulálhatom, hogy mit, hogyan kéne csinálnom, viszont gazokból sosem elég. Gyerünk, és még egyet a pucinak, ez az. Úgy, itt pedig igazából ugye mutogatja az ábra, hogy hogy kell beállítani ezt a cuccot, hogy különböző féleképpen jöjjön a víz. Én pedig ezt fogom csinálni. Ugye a szökőkutat lehet állítani ezekkel a fogaskerekekkel. Nekem ez volt az érdekes igazából, hogy a csatornát így lehet kinyitni. Na gyerünk, gyerünk, gyerünk. Minden Resident Evil játékba kell egy csatorna. Ezzel ugye ti is tisztában vagytok. Na, valami már megint le akar szakadni. Esküszöm, hogy annyira szívesen megnéznék ebből egy remake-et. De jó, második részből is, meg a harmadik részből is. Az elsőből tudom, hogy készül, de még nem játszottam vele. Sajnálatos módon, igyekszem pótolni majd egyébként. Amennyiben lesz lehetőségem rá, hogy ezt megtegyem, akkor mindenképpen fogom nektek ezt prezentálni egy videó formájában. Ahogy hallottam, egyébként kifejezetten jól sikerült és rendkívül parás, úgyhogy érdemes felhülyéskedni. Jó. Na és ott is van, ott van. Ez az? Thank you.
Nem az kell nekem. Az kell nekem. Jó, és akkor most pedig ő kell még nekem. Na, azért csak sikerült ide is eljutni egyébként. Bár nem volt egyszer, egy párszor be voltam parázva, hogy meg fogok murdálni félúton. Hát sajnálatos módon ez a hátránya annak, hogy nem tudok menteni. Hogyha tényleg elcseszem, akkor nagyon elcseszem. Na most ő viszont nem kell, ő viszont nem kell. Őt megtartjuk, ő jön vissza ide. A csináló cucc az pedig hol van, hol van, hol van, hol van, hol van. Ja, ez bocsánat, még hozzávágom a maradék 24-hez. Ő kell nekem. Lockpick az már nem fog kelleni. Hova? A pékbe tette? Megvan. Na. Azért így mindjárt más a helyzet, nem? Na. Akkor pedig most nekem legalább 2 darab élettöltő biztos, hogy fog kelleni. Ő nem kell. Ezt nem is tudom, hogy miért vettem ki egyébként. Szerintem egy apró baki volt. Egy piros, egy zöld. Hát, hogyha máshogy nem megy, akkor kombinálok egyet. Jó, és akkor még az öngyújtó kell nekem igazából, és ezzel meg is vagyok itt. Ott is van. Először is a koncepció az, hogy fogom és begyújtom a fát. Próbálom egyébként úgy csinálni ezt az egész végigjátszást, hogy közben azért mondom, hogy mit is kell csinálni, hogy mikor, mire kell figyelni. Nem tudom egyébként, hogy melyik... Oké, persze, tudom, nem kell már az öngyújtó, köszönöm. Nem tudom egyébként, hogy melyik a szimpatikusabb nektek, amikor mindenféle hülyeségekről beszélek menet közben, vagy pedig amikor ilyen instrukciókat adok. De mivel, hogy ugye már közöltem, hogy nem szeretnék olyan végigjátszást csinálni még egyszer, hogy nem tudom, hogy mi a következő lépés, innentől kezdve igazából főleg instrukciókat lehet majd látni a videóidba. Vagy legalábbis hasznosnak, hasznosabbnak fog tűnni, mint ugye egy darabig volt. Na. Oké. Egészen szépen kipucoltam az inventorimat. Engem pedig egyetlen dolog érdekel most itt még hozzá, az asztalon lévő másik park kulcs. És dokumentum egyéb az nem érdekel, tipli kifelé. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors, return immediately. Over. Na, valamiért nem jelentkeznek be igazából a kedves kollégák, ugye az Umbrellánál. Hát ez kellemetlen. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Ah! Another mutant! Én pedig azért biztonság kedvéért bejövök még egy zöld növényért. Tudom, kicsit parás vagyok, de hát az igazság az, hogy a helyemben valószínű, hogy ti is azok lennétek. Na, tehát ugye gyakorlatilag kiderült, hogy az egy dolog, hogy az osztagot azért küldték be névleg, hogy ugye civileket mentsen,
Gyakorlatban pedig ez úgy nézett ki, hogy behajították őket, hogy megnézzék, hogy a mindenféle szörnyikéig, ha már kiszabadultak, akkor mégis mire képesek. Na most ez tényleg a bunkóság csúcsa igazából, hogy ágyú töltéléknek odahajigálják a jó embereket, főleg, hogy a zsoldosok, és főleg, hogy úgyis azt csinálják, amiért fizetik őket. Tehát innentől kezdve aztán akkora baromság így hazudozni nekik. Jó, valószínű, hogy nem sokan vállalták volna be így a dolgokat, de hát ez van. Na. Ezt a dögöt gyűlölöm. What's going on? Gyerünk már! 2, 3, 4, 5, 6. Tess! Egy növényt már elhasználtam. 1, 2. Na itt azért most nagyobb mázdim van. Na azért csak sikerült kinyírni. Marhány gyűlölöm. Tehát valamikor régen meg tudtam csinálni egyébként azt, hogy mindenféle sérülés nélkül végig toltam ezt a rohadékot, de őszintén megmondom, fogalmam sincs, hogy hogyan. Ja igen, itt is egyébként kukacok vannak, vagy pókok. Na most első alkalommal, most amikor csináltam a végigjátszást, illetve készültem rá. Na most első alkalommal itt úgy jártam, hogy kifogytam az összes élettöltőből. Vissza nem tudtam menni oda, ahol ugye előtte voltam. Viszont ugye menet közben meg mocskos módon lesérültem, és igazából dangerben voltam, amikor jöttem kifelé. És nem is pókok voltak, hogy nagyjából legalább el tudjak sasszézni mellettük, hanem ezek a baromi gyors kis kukacok, amik alapvetően nem sokat sebeznek. Viszont amikor igazából éppen spiccen vagytok, akkor nem éppen a legkellemesebb dolog. Buktad? Tehát gyakorlatilag így simán egyetlen egyet rám haraptak, és végem is volt, mint a botnak, úgyhogy ezt annyira nem élveztem. Na most már nyugodtan lehet lövöldözni rájuk. Na és ugye szerencsére itt pedig újabb ellenfeleket nem dobál be, úgyhogy innentől kezdve pedig már könnyű dolgom van itt keresztül jutni. Gyerünk! Persze, hogy szeretném kidobni, és bent is vagyok a parkban végre. Itt volt az ideje igazából. Lassacskán már egyébként a vége felé közeledik a játék, tehát most jön az utolsó helyszín, hogyha úgy vesszük. És ismét egy választós, itt egyébként pusztán praktikus megfontolásból úgy döntök, hogy levetődök, ahelyett, hogy őt lökném le. Igazából ennek egyetlen egy befolyása van a végkimenetelre, hogy hová érkezünk, ugye honnan kezdjük ugye az épületet bejárni. Na most engem pedig az a része érdekel, amikor ugye itt vagyok lent. Sokkal logikusabb, sokkal gyorsabb erre felé közlekedni, mint a másik irány. Ugye föntről kéne mennem, akkor gyakorlatilag meg kéne kerülni mindent, meg liftezgetni, meg létrázni, meg minden hülyeség. Itt azért kicsikét egyszerűbb dolgom van. És ha minden igaz, akkor itt megint fogok kapni majd némi kis pluszt.
lőszerügyileg, vagy lőporügyileg. Először is kell nekem itt az a... Ja, először valami papíros kapok, hülye vagyok. Gyerünk már, töltsél be. Ja nem, ezt kapom, jól van akkor. Na, ezért most megküzdött. És jó mélyre kell jönnöm, ugye? És nincs itt semmi az égvilágon, na mindegy. Egy gyógy izé van, de az engem meg különösebben nem érdekel. Ez viszont igen, na itt viszont megint csak véletlenszerűen dobálja be a cucc egyébként, úgyhogy... Erre nagyon kell figyelni, hogy most éppen hogyan rakom össze. A cél egyébként az, hogy a fönti ábrát kihozzuk az alsó háromból, úgyhogy ugye egymásra pakolja őket. Nem, vissza a C. Mindig a C-vel szoktam kezdeni, mert ott igazából egy darab olyan cucc van, ami kell. Az nem mindenképpen, na most ezt tudja, hogy nincsen jó helyen itt. Ez itt talán jó helyen van. Okés. Tehát ugye egyetlen egy darab ilyen dupla van a C-ben, a többi az már egy kicsikét véletlenszerűbb. Nem. Nem, így azt mondja, hogy ez nem jó. Ez megint csak nem jó, így már nem jó. Nehéz ügy. Mindenképpen nehéz ügy. Elviekben itt nekem kellene, azt mondja, hogy az ott jó helyen van, az ott jó helyen van, az ott jó helyen van, az ott talán jó helyen van. Hogyha az alt, azt be tudom állítani. Ez a baj egyébként, hogy itt nagyon agyalni kell, azt mondja, hogy oda kettő kell, oda nem kell. Nem, ezt egy kicsit elcsesztem. Na nézzük csak még egyszer. Akkor viszont a C szerintem rossz helyen van. Mert hogy az igazából lehetne mondjuk. Ott hármas van, ott kettes van, ott hármas van, ott jó. Akkor megpróbálok most egy ilyen módszert, hátha. Nem. Nem. Ott hármas van, jó. Na ez a baj igazából, hogy erre sajnos nincsen receptem, hogy hogyan kell megcsinálni. Az viszont tuti, hogy ez nem itt van. Nem jó. Nem jó. Ez megint csak nem jó így, de hogyha. Nem. Akkor megpróbálom fordítva igazából, megpróbálom a fölsőt elhelyezni. Úgyhogy mindenhol jó legyen, eddig jó. Azt utána megpróbálom az alsót elhelyezni. Az elvileg talán jó. Szóval, ott három van, ott nem jó. Hú, bocsik a srácok, de ez annyira nem egy egyszerű történet. Oda három kell, ott egy van, ott kettő az jó. A sárgát kell elvileg elmozdítanom valamilyen irányba, és akkor talán jó vagyok. B-t, azt mondja, hogy... Nem. Nézzük, csak azt mondja, hogy ott akkor most... ott három van, ott kettő van, ott... jó, elvileg most jó, mindjárt megnézzük. Tökéletes. Most ez az olyan kell, hogy a vízminőségét a helyére tegyem igazából, mert hogy akkor fogok csak tudni bemenni ugye azon az ajtó, nekem pedig az az ajtó kell leginkább. Gyakorlatilag ez már az utolsó helyszín, igazából egy gyárban vagyok most, és ugye kivételesen nem labor. Na mindegy, egy gyárban vagyok most gyakorlatilag, és innentől kezdve pedig körbefutkosás fog következni mindenféle kulcsok után. Nem fogok túlzásba esni vele.
Tehát lesz olyan, amit nem mutatok meg egyébként, de elmondom, hogy micsoda. Gyerünk már! Rescuing you is becoming a full-time job. Thanks, Carlos. I owe you. Listen closely, Jill. They're going to launch a missile directly into the city as soon as day breaks. At dawn? But that's only... I know. We don't have much time left. We have to split up and find a way out of here. And hey, watch out for that traitor Nikolai. Nem tudom, miért fordultam meg igazából, amikor jó felé mentem. Na most ugye Carlos megint eltűnt. A végéig egyébként nagyjából ez lesz, hogy Carlos megjelenik, Carlos eltűnik. Carlos megjelenik, Carlos eltűnik. Gyere már, gyere már, gyere már! Gyere már lejjebb, te dög! Olyat, hogyha nem jössz, akkor nem jössz, jó van, akkor velem lehet beszélni. Gyerünk már valamelyik. Itt egyébként hunterök szoktak lenni, meg egyszer voltak zombik, de úgy látszik, hogy mindenféle egyebet is be tud dobni a játék. Lejönne már valamelyik őtök? Ott pedig van még egy. Volt még egy. Na most itt igazából két opció van, hogy mit kapunk. És shotgunt kaptam. Most shotgun lőszer az mindig jól jön. Ezeket csak akkor érdemes egyébként kinyúvasztani, hogyha mindenképpen szeretnétek rámenni a lőszerre, ugyanis ide már nem fogunk visszajönni. Ha csak valaki nem szeretné egy ilyen kis mellékkört megcsinálni, én nem szeretnék. Na, lift, 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 lift. Gyerünk már, azaz persze, hogy megnyomom a gombot. Itt viszont ismételtes zombikat kell majd írtani még hozzá szép nagy mennyiségben. Érdemes egyébként előre lepucolni mindent. Gazok azok később majd jól jönnek még. Szia! Nekem viszont ő mindenképpen kell. Jó, na most, hogy megvan a mágnes kártyám, igazából ugye mehetek tovább, ahol tudom használni. Gyerünk! Nikolai? Most arra egyedülre nem tudok menni igazából, mert kártya kell hozzá, még hozzá egy kódkártya. Úgyhogy én igazából haladok is tovább megszerezni. És az pedig... Ó, jaj, szép sárga cuccok, meg piros cuccok. Úgyni. Tudja a játék azért, hogy mi kell, nekem azt hozzá kell tennem. Most pedig mindegyikből igazából gránátot fogok csinálni még hozzá, fagygránátot. Gyakorlatilag a Nemesis ellen az a leghatásosabb. Úgyhogy... Mi nem kell nekem. De egyenlőre minden kell, jól van, akkor viszont... Ja, ott is van még egy B, jól van. Hol van a... Hol van a csinálóm?
Ott is van, jó? Na most innentől kezdve pedig igazából a Magnumot nyugodt szívvel el lehet felejteni, helyette viszont bejön ez a jószág. Magnumot azt ki is hajigálom, shotgun az még jól jön. Ha már itt vagyok, szerintem csinálok shotgun lőszert is, még egy keveset. Igazából innentől, ugye ez minden Resident Evil játékban így van, hogy ahogy elhagyjuk gyakorlatilag így a kis pisztolyt, és jönnek a durvább dolgok, hoppá, ezzel. És jönnek ugye a durvább szmörék, igazából a végén már szinte kizárólag a nagyágyukat használjuk. De hát ez nem is baj, ez szerintem pont jó így. Megkönnyítendő a saját dolgomat, viszont én úgy döntöttem, hogy... bedobok egy ilyet is ide, meg... ja nem, ez egyenlőre nem kell. Jó, megvan, 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 megvan. Ebből még egyet azért a biztonság kedvéért. És akkor... na, ez már elég lesz mindenre. Okés. Ott, ja, ezt meg akartam nektek mutatni igazából, de csak mutatni. Most itt van egy kulcs igazából, amit én nem fogok most használni. Következő helyzet. Hogyha ezzel a kulccsal lemegyünk a földszintre, ugye, ahol ugye eredetileg voltunk. Ja, igen, itt vannak a gőzös cuccok, tehát ahol ugye eredetileg voltunk induláskor, ott igazából le lehet kezelni UV-fény alatt ezt a kulcsot, és láthatóvá válik egy kód, amivel pedig... na, tehát láthatóvá válik igazából egy ilyen kód, vagy vonalkód, vagy mi a franc rajta. Ezt elcsesztem. Most leszek jó. És gyakorlatilag másik szinten pedig ki lehet nyitni vele egy fegyverszekrényt, ami egyébként kifejezetten jól jön, hogyha valaki szeretne mondjuk egy rakétavetőt. A helyzet az, hogy én most nem szeretnék, úgyhogy kihagyom. Ezt a részét fedezzétek föl saját magatoknak, ez afféle extra. Négyet lehet vele egyébként lőni, és kifejezetten hatékony, de én most nem lőm el a poént magamnak. Úgy is van. És ajtó nyit. Szezám, tárulj. Ott is van. És akkor most pedig már csak vissza kell jutnom oda, ugye? Hogyha valaki nem tudta követni egyébként ezeket a kapcsolókat, nem csodálom. Elsőre én sem tudtam követni, meg szerintem senki az égvilágon, aki valami ilyesmibe mászik bele. Teszek magamnak el még egy kis zöldet. Tényleg csak kicsit, mert kezdek azért fogyni belőlük. De azért van még egy-két gaz, na mindegy. Lehet, hogy jobban jártam volna egyébként, egy kicsikét jobban beosztom, és nem így dobálom össze őket nagyra. Viszont hát ugye abban mi a poén? Hát ez buktad öreg igazából, engem csak az érdekelt, hogy arrébb menjél. Van még itt valaki, nincs itt senki, jól van. Tekintve, hogy egy darab kódkártyát kell nekem még összeszedni, és annak is ugye megvan a helyén, fölpakolok mindenféle növénye, megpróbálom a nagyokat nem elcseszni. Végén ugyanis a boss harc az eléggé szemétláda, és ugye mint minden játék, minden boss harca, ugye valahogy úgy fog végződni, hogy roppant módon le leszek gyalázva. Na és akkor most itt befelé, ez érdekes lesz. Warning. Proceeding with operation in primitive room. Please evacuate immediately.
stars. Na hát ugye ez a sav, ez rendkívül hat rá, és igazából meglehetősen sok csápját el is vesztette, úgyhogy én innentől kezdve pedig dobogni kezdve követni. Hagyjál már békén, hagyjál már békén. Tegyél már le, de ne oda, másik irányba, rossz felé teszel le. Keljél föl. És még egy kis savat neki. Elvilegben egyébként meg lehet csinálni simán úgy, hogy csak savazással, de... Már megint kóstolom, be vagyok, jó? Na. Tehát elviekben meg lehet csinálni úgy is, hogy rábeszéljük, hogy saját maga csapkodja le a helyéről ezeket a cuccokat és áztassa el magát ezzel a savval. Nekem őszintén megmondom, soha nem jött össze. Nekem az a módszer vár be, hogy lövöm faggyal, mint a vadbarom, időnként ráengedek egy kis savat, hogyha van rá lehetőségem, aztán előbb-utóbb földobja a bocskorát. Mint hogy most is körülbelül egy perc alatt sikerült elérnem ezt nála. És még mindig van 17 darab fagy töltényem, amik közül igazából nem is nagyon fog kelleni még ennyi sem. Na, és gyakorlatilag most már tényleg így a vége felé közelítünk. Most még megvan a kódkártya igazából. Igazolt rakéta támadás, köszönjük szépen, sokkal jobb a hangulatom. Na most itt viszont akkor vissza a shotgunra. És itt igazából poloska írtás van. Meg szépen csak kikerültem, igazából inkább a bunkót annyira nem foglalkoztam vele most, hogy minden rendben menjen nála. És ha minden igaz, akkor... Aha. Na egyébként megmutatom, itt jövünk be, hogyha ugye rajta maradunk a hídon. Na, hogy azt mondja. Sziasztok, fiúk! Lemerültek a srácok. Gyerünk már, vedd föl. Jó, valami azt sugja egyébként, hogy egészen jól fölkészültem már, úgyhogy igazából most pedig boss csata fog következni, és ezzel gyakorlatilag, illetve majdnem, még egy kisebb kitérővel, de majd mindjárt látjátok. És most felszedem a rakétaradart. Köszönjük szépen, hogy ilyen is van. Gyerünk már! Gyerünk már! Remek! You're still alive. Such persistence. Nikolai? Sorry, but there is no escape from here. És én pedig úgy gondolom, hogy most egyezkedek inkább Nikolájjal, mert nem nagyon tudom lőni mivel.
want to get out of here alone. Is that your plan? I made certain none of the other supervisors survived. Since I'll be the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Then why kill me? I'm not on their payroll. They want to eliminate it for reasons of their own. The amount is modest, but there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. Although I'm sure I'll miss you, it's time to say goodbye. You can either accept death with dignity or die with regret. It's entirely up to you. Jill, what happened? Carlos, Nikolai beat us to the chopper. I guess this is it then. But I don't want to die in a place like this. This isn't over yet. I'm not giving up, Jill. We still have a chance. Na és igazából, hogy sok keresnivalóm nincsen, úgyhogy most megyek kifelé. Aztán egy varga betűvel jövök is visszafelé, igazából ezzel fogom így tudni megoldani, hogy Carlos megint beszélgessen velem egy kicsit. Jill! This is Johnson. Over. I've come to retrieve Jill. I can see there's no time left to bring her back. This is the stars. Please come in, Jill. Here. Are you there to come? Come in. Hey! He just called your name. Who could it be? It doesn't matter. We should tell him where we are. That's it. We've got to find a way out of here. Now! Warning. Missile attack confirmed. Warning. Missile attack confirmed. Emergency level D. All personnel evacuate immediately. És akkor már az égvilágon semmi más dolgom nincsen, mint lemenni, aztán jól megölni az utolsó rohadékot. Aki kigondolná, hogy ki lesz, nem ez is drágával ismételten össze fogok futni. Na most a helyzet az, hogy az utolsó boss csata az nagyon jól megvan csinálva, ugyanis nem kell hozzá gyakorlatilag semmiféle fegyver. Hogyha ügyesen csináljuk, jaj, de szépen megakadtál. Na, én nagyon remélem, hogy ügyesen fogom csinálni egyébként. A helyzet ugyanis az, hogy a lehető legnagyobb skulót fogjuk megkapni, ami igazából a Resident Evil történetében szerintem valaha előfordul, de hát majd mindjárt úgyis látni fogjátok ti is a helyzetet. Apróbb remegések, ami igazából nem tudom, hogy miért van, de mindegy. És akkor most következik ugye az utolsó helyszín. Na, őről beszéltem az előbb. Checking data. Warning. There is not enough power to activate the system. Na hát, ugye egyetlen egy probléma van ezzel a drágasággal, hogy nincsen benne elég craft. Úgyhogy most a következő dolgom igazából, hogy ezeket az elemeket szépen be kell tologatnom a helyére. Háttérben pedig egyébként egy Tyrantet láthattatok, hogyha láthattatok. Na, ki van itt? Hát most azt kell mondjam egyébként, hogy nem lett szebb a fickó egyáltalán semmivel. Fickó
Na, gyerünk, 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 tipli, tipli, tipli. Na, most a kis köpködő rohadékkal egyébként a következőt lehet csak csinálni, hogy betologatjuk itt az elemeket a helyére, miközben üldöz minket. Jobb esetben egyébként simán el tudjuk kerülni. Úgyhogy annyira nem kell izgulni miatta. Na és akkor az utolsót kéne még a helyére tennem, feltéve, hogyha nem steppelek állandóan mellé. Na és most, hogy mind a három a helyén van, igazából innentől kezdve mehet is a történet. Egyébként Paracelsus kardjának hívják ezt a fegyvert, és én nagyon örülök neki, hogy végre szakított egyébként a sorozat az első két rész után a rakétavetővel lenyomom az utolsó genyót című történettel, és kaptunk egy ilyen szép nagy stukit. Na most én viszont igazából mindenképpen szeretném az útjába csalni. Most nem is tudom, az most Birkin? Az nem Birkin. Na azaz, azaz, jó helyen vagy ott, jaj, de... Maradj ott a francba. Jó van. Hát ez most nem egészen működött annyira jól, mint szerettem volna. Kicsit messze van, de mindegy. Igazából mindenképpen itt először ki fog lőni nekünk egy lyukat, úgyhogy teljesen mindegy. Most innentől kezdve pedig az elsődleges dolgom az lenne, hogy ide csaljam a lukba ezt a szemétládát valamilyen utom módon. Gyere már ide. És ne menjek az útjába ennek a lövöldének igazából, ugyanis simán kinyír, hogyha nem az első, akkor a második. Hallottam ilyeneket egyébként, hogy nem tudom, valószínűleg hogy taktikának talán működőképes, bár nekem nem jött össze, hogy lőjél, oké? Okay. Na, tehát nem szabad az útjába kerülni. Hallottam ilyeneket, hogy van, aki ilyenkor belép az inventoryba igazából, és megvárja, amíg ez a cucc föltöltődik eléggé, de még nem kezd el visszaszámolni, mert hogy annyiban is meggyorsítja. Hát az igazság az, hogy én megpróbáltam, de nem nagyon tűnt föl, hogy hamarabb működött volna bármi az égvilágon. Jól van, gyerünk. Oké, és teljesen jó vagyok igazából. Aj, basszus, csak megköpködött a szemétláda. Jól van. Ezt már túl fogom élni. Gyerünk. Na hát most kapott igazából kettőt, de hát nem volt elég neki. Ha minden igaz, akkor valahol itt kell nekem, ide kell nekem csalnom erre az oldalra, hogy működjön a dolog. Ó, basszus! Jól van. Na gyere, gyere te szemét, gyere te szemét! És így is megcsomagoltam, na mindegy, megpróbálok akkor a másik oldalról egy kicsikét nyomást gyakorolni rá, hát ha. Gyere, gyere, gyere! Gyere oda az alagútba, azaz te rohadék. Übasszus. Na, valami ilyesminek kellett történnie igazából most már. És persze, hogy most arra melegszik túl a rendszer is, ugye miért nem most arra melegedne túl. Hát igen, tipikus hollywoodi megoldás. És ugye már kinyílt nekem az az ajtó, úgyhogy én innen húzok is a pékbe. Illetve bocsánat, húznék egészen pontosan, még előtte egy kisebb közjáték. Ez egyébként opcionális, hogy csináljátok, bocsánat, késő van, nem tudok beszélni. Én igazából arra szavazok, hogy mindenképpen szeretném ezt a rohadékot leírtani, úgyhogy exterminate.
Na hát azért csak föladta. Úgyhogy most már tényleg semmi dolgom nincsen igazából, mint elhúzni innen, mint a vadlibák. Kötelező liftes jelenet. Ugyebár kötelező liftes jelenet, ez minden alkalommal el kell játszani valami hasonlót, de hát mindegy, gondolom, ilyenkor dobják be az utolsó töltőképernyőt. És innentől kezdve már csak a végre főcímet kell megvárnom. Jill, look! Chopper's coming in! Yes! The President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. És akkor én szeretném megköszönni nektek, hogy ismét velem voltatok ennél a végigjátszásnál is. Most egy kicsikét hamarabb jött ugye ez a videó, mint ahogy ugye az előző szavazások után, úgyhogy remélem, hogy most az égvilágon senki nem húzza a száját. Gyakorlatilag így a második rész béküldetései kivételével ezzel le is tudtam igazából az eredeti trilógiát. Úgyhogy egyenlőre valószínűleg a Resident Evil-öket félre is teszem, de hát nem baj, van még válogatni való. Addig is, amíg a következő videót földobom, mindenképpen írjátok meg, hogy hogy tetszett, mint tetszett, iratkozzatok föl, hogy lássátok, hogy mikor jönnek a következő videók, és lájkjatok ezerrel. Ugyanis amennyire nem tudjátok, vagy tudjátok igazából, ezzel is népszerűsítitek a csatornát, ugyanis annál több helyre dobja be, minél több like, meg komment, meg egyéb érkezik hozzá, Google az így működik. Egy szó mint száz, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, további jó éjszakát nektek, sziasztok!